mit is kívánhat egy gazdi, akinek a kis kedvence nagyon beteg, és valószínűleg tudja, hogy el fogja veszíteni. Biztos elsőre azt kívánja, hogy hát ne veszítse el, ez ne történjen meg, de nyilván ez bekövetkezik, mert az orvosi diagnózisok e tekintetben elég ritkán tévednek, illetve csodák vannak néha. Így voltam vele én is 2017-ben, amikor kis kedvencem Burginál gyógyíthatatlan daganatos betegséget diagnosztizáltak. És a második gondolatom az az volt, hogy nyilván csak olyan áron hosszabbítsam meg az életét, vagy próbáljam meg meghosszabbítani, hogy teljes életet élhessem. És ebben remek partnerem volt barátom, dr. Bölcskei Molnár Antal, aki a Dunakeszi Állatkórház, illetve a Veresvet Állatkórház működtetője, társműködtetője, társalapítója, és az egyik főorvos itt a két intézményben. És mondhatom, hogy a kiskutya életét sikerült kitolni, a diagnózisok komolyságához mértem mindenképpen, és mindezt aktívan tudta tenni. Arra gondoltunk, hogy kéne csinálni egy olyan készítményt, ami egymagában képes arra, amire képes volt az a rengeteg vitamin táplálékkiegészítő, amit ebbe a kiskutyába belediktáltunk, annak érdekében, hogy ez a szenvedésmentes vég megadasson neki. És így jött létre a Burgimmun prémium immunerősítő kombináció, amit óriási szeretettel ajánlok nektek, mert nem csak egy remek készítmény, amiben csak természetes hatóanyagok vannak, hanem egy olyan rendszert építettünk mögé, ami menhelyeket, kisállatmenhelyeket, fajtamentő egyesületeket támogat. A rendszer tagjaként ti is óriási kedvezménnyel kaphatjátok meg a következő termékeiteket, amennyiben részt vesztek a küldetésünkben. Szerintem ne habozzatok, regisztráljatok, nézzétek meg bővebben, hogy miről van szó, és mi itt vagyunk, és természetesen segítünk. Semleges térfél. Szurkolok a magyar fociról feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap élőben. Keresd minket a Facebookon és iratkozz fel a Semleges térfél YouTube csatornájára. Szevasztok srácok, jó estét kívánunk mindenkinek! Elérkezett a vége, vagyis az igazi season finálé, kiértékeljük az idei szezont, ahol volt minden koronavírus és minden más történelmi vereségek, győzelmek, illetve egy nagyon szomorú kiesőnk is volt, de bemutatnám, hogy kikésőt megbeszélni a mai műsorban a fontosabb teendőket. Egy nagyon fontos dolog még, hogy Szabi az Újpest színeiben, illetve Csibú a Debrecen színeiben egy picit később fognak érkezni, ezért elnézéseket kérjük. Sietnek, ahogy tudnak, most így hozta nekik az élet, volt egy kis privát teendők. Elsőként a Ferencváros, a bajnokcsapat képviseletében Balagan Joe, vagyis Kolárik József. Sziasztok! Akinek még van egy bejelenteni valója is. Akkor gyorsan elmondom már előtte, amit láttatok, az a kis felvezető videó, tulajdonképpen ezért nincs az András, mert ezen a projekten dolgozik, illetve dolgozunk, most már én is, egy olyan táplálékkiegészítő születésénél volt jelen az András, amire az ő kiskutyájának a betegsége, illetve a halála inspirálta, úgyhogy... Ezért szerettük volna mi is támogatni ezt a rendszert, ahol hogyha valaki ebből a termékből vásárol, akkor azzal támogat különböző állatvédő menhelyeket, illetve fajtavédő egyesületeket. Úgyhogy nagyon szépen kérünk benneteket, akit érdekel ez a téma, az látogasson el a naturalpetcaresystem.com oldalra, és a részleteket megtudhatja. Köszönjük szépen, és elnézést, hogyha valakit zavart ez a kis performance az elején. És egy nagyon fontos, hogy András jövőre a műsorban elméletileg többször fogjuk látni, dolgozunk ezen, hiszen az MTKB is visszatér az NB1-be. Kapcsolunk Miskolcra, ahol Emődi Zoltán, amigélekén.hu. Na, sziasztok, gyerekek, hajrá, Diós Győr, és ezt a vitamint mindenkinek ajánlom, mert ellenfelekre szükség van, kinek pusztul menni valamelyik. Úgyhogy hajrá, Diós Győr. Itt van velünk Krisz Zalaegerszegről. Sziasztok, szép estét nektek, hajrá, tehát hajrá, kékfehérek, és 100 évesen bent maradtunk, ez nagyon nagy szó nekünk. Itt van velünk Balage Debrecenből. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és továbbra is hajrálok ki attól függetlenül, hogy kiestünk. És itt vagyok én, sokatok nagy örömére vagy bánatára, Budapestről, ám de székesfehérvári színekben, Ember Norbert, sziasztok, hajrá videóton,
És azt mondom, vágjunk is bele, és kezdjük is az utolsó helyezettel, a Kaposvár gárdájával. Mit kell róluk tudni? Hát egy történelmi negatív rekordot azért beállított a Kaposvár, rég esett ki csapat ilyen kevés ponttal. Én gondolom az elmúlt 8-10 év egyik leggyengébb NB1-es csapata volt a Kaposvár, bármilyen szimpatikus volt, de sajnos nem ütötték meg az NB1 nívóját. Ami viszont nem veszti el szerintem Waltner Robert érdemét abban, hogy ilyen nagyszerűen helyt tudott állni a csapat. Felfedeztünk ugye nagyszerű játékosokat, gondolok itt például Ádám Martinra, akinek szerintem biztos maradás lesz az NB1-ben. De látom Józsi jelzett is, hogy már is távadom neki a labdát, és akkor utána a többiekkel is beszéljük. Hát igazán csak annyit, hogy én is tiszteltemet szerettem volna kifejezni, mert emelt fővel tudott kiesni a Kaposvár, és valószínűleg ez másnak is tetszett, mert elméletileg vannak ajánlatai Waltner Robinak az első osztályból is, hogy kíváncsian várom, hogy ki az, aki bizalmat ad neki végre. Látszik, ez egy kicsit áttörés volt ez az épp, hiszen olyan emberek kaptak lehetőséget, akikben eddig nem nagyon bíztak, illetve nem tartoztak a közvetlen körhöz. Ugyanígy a Márton Gabira is tudok gondolni, még a Feszkó Tamásra is, illetve a Bódogra, úgyhogy velük mindenféleképpen színesedett a paletta, és szerintem amit ők csináltak az állomás helyeiken, attól egy kicsit jobb lett a magyar labdarúgás, mondom egy kicsit. Ennyi. Ugye nagyon fontos megemlítenünk ugye azt, hogy a Waltner Robert ugye azért eléggé rendbe szedte ezt a brigádot, és sikerült azért relatív, elég gyorsan feljutni, úgymond a csúcsbajnokságba, és azért én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen edzői siker is, hiszen azért ezeket a játékosokat azért meg kellett találni, észre kellett venni, és azért voltak olyan tehetséges játékosok ebben a Kaposvárban, akiket én úgy gondolom, hogy lehet jövők az NB1-ben. Nem tudom, Zoli, erről te hogy vélekedsz? Igen. Igen, valóban voltak olyan játékosok, de én még egy kicsit így zuzamen a Kaposvárról, hogy amit ők ígértek, azt hozták. Tehát, hogy így nem ígérték azt, hogy bent fognak maradni, sőt, elég erősen prognosztizálták azt, hogy ők most vissza ki fognak esni az NB2-be, meg hogy erre föl vannak készülve. Ezt ugye szerintem így el is mondták, ha jól emlékszem, és hát ezt meg is csinálták, tehát, hogy nagy csodát nem lehetett tőlük várni. Azért egy-két érdekes meglepetést okoztak, legfőképpen a Lokinak, meg nekünk, szerintem, tehát, hogy így mi nem emlékszünk rájuk jó szívvel, hogyha mondjuk sikerül ellenük háromszor nyerni, akkor hol végezhettünk volna, ugye Balázs? Úgyhogy, és nekem velük kapcsolatban az Ádám Martin jut eszembe, persze nyilván vannak ott más játékosok is, meg fiatalok is, de valahogy nekem összekapcsolódott, tehát, és hogyha ha minden jól megy, akkor lehet, hogy a saját csapatommal is összekapcsolódik majd ez a név. Végül is én el tudom képzelni Ádám Martint Diós Győrben, úgy gondolom nálatok egyébként is jelenleg csatár kérdés van, tehát szerintem mindenképpen egy akut is jó fotballista magyar szinten mindenképpen. Amit szeretem elmondani a Kaposvárról egyébként, hogy azért az eredményeket, hogy tisztálássuk, mert azért úgy gondolom azért jó, szimpatikus csapat, és azért tényleg sok mindent tettek, ami szimpatikus volt, de ilyen kevés ponttal. Miért nem esett ki csapat az NB1-ből? Ugye ők nagyon közel voltak az Eger negatív rekordjához, ugye az Eger 15 ponttal esett ki, ami a leggyengébb volt az elmúlt 10 évben, de ugye 14 pont jött össze Kaposváron, ugye szegény Debrecen a felét adta ennek a 14-nek. Szóval a szegényeknek ez biztos nagyon fájó pont. Ugye a gólkülönbség mellett is azért nem szabad elmennünk, mert azért a mínusz 63-as gólkülönbség azért az magáért beszél, ez egy nagyon rossz szám. Ez még a megye bajnokságban is rossz szám lenne, és hát azért a 80 kapott gól pedig hát az nagyon rossz. Tehát 80 gólt kapni egy élvonalban az eléggé amatőr szintű bajnokságnak tűnne, mert igazából Észtországban szoktak ilyen gólkülönbségek kiesni az utolsók, és azért az észbajnokság egy kicsit alacsonyabb szinten jegyzett, mint a magyar. És számomra a legfurább még az, hogy 27 gólt rugott a Kaposvár, 27-et, és ebből a 27 gólból az Ádám Martin rengeteget vállalt, és rengeteg gólpaszt adott. Tehát tényleg ezért is gondolom, hogy ő neki mindenképpen lesz helye az NBA-ben. Krisz? Igen, először is a Waltner Robihoz visszatérve, azért ne felejtsük el, hogy mellette volt Viszlő László, tehát ők ketten vitték véghez, úgymond ezt a kisebb csodát, hogy ugye rövid időn belül a megyeosztályból visszajutották a Kaposvárt az NB1-be, és most ugye mennek vissza a másodosztályba. Tehát azért Waltner Robi ezt a társaságot nagyon jól feltüzelte, és
És ugye ők tényleg nem ígértek sokat, úgymond annál többet tettek meg, hogy legalább minden meccsre úgy álltak ki, hogy küzdöttek, harcoltak, illetve nem igazolták túl magukat, tehát a költségvetésükhöz hűek maradtak, nem hoztak 10 idegen légióst, hanem azok megmaradtak ahhoz a társasághoz, akikkel feljutottak az MB2-ből, 1-2 játékost külföldit, illetve Magyarországon már korábban MB1-ben játszott játékosokkal erősítettek, szerintem helytáltak, tény, hogy nem szereztek túl sok pontot, 1-2 csapat életét azért megnehezítették, sőt, lehet valakinek a sorsát el is döntötték, annak ellenére szimpatikus egy csapat volt, kíváncsi leszek a jövő évben, hogy fognak az MB2-ben muzsikálni, ugye azt nyilatkozta Valtner Robi is, hogy nem náluk lesz a legtöbb pénz az MB2-ben sem, de azért jó, Somogy megyébe kell egy Kaposvár legalább MB2-es szinten. És ugye utána Pótlás nevelőközpont ő is, tehát azért onnan is egy-egy jó játékos mindig ki szokott kerülni. Én is így gondolom, és ugye most azért egy elég jó szakmai munka indult el a Kaposvári utánpótlásba, ami én úgy gondolom, hogy egy 3-4 év múlva lesz igazán eredménye, akkor fognak megérkezni az első a játékosok, akik beépítettőek lesznek igazán a felnőtt csapatba, de látom Balázs is jelentkezett, úgyhogy megadom neki is. Igen, mondtátok itt, hogy egy-két csapat életét, meg sorsát itt megnehezítették, hát konkrétan ugye nekünk azok a pontok mennyire hiányoznak, ha csak a két hazait megnyertük volna, az ugye plusz 5 pont, akkor ötödikek lettünk volna, úgyhogy... Ennyi múlik, tehát ennyire szoros a mezőny, hogy az 5 pont most kiesés helyett egy 5. helyezést ért volna, ha azt a kötelező 2 győzelmet hozzuk, és akkor arról nem beszélek, hogy ugye idegenbe is kikaptunk, tehát összesen 8 pontot hullajtottunk el a Kaposvár ellen. Nehéz erről így most mit mondani. Magáról a Kaposvárról annyit, hogy ugye megérezhették az NB1 ízét ezek a játékosok, akik ugye hát zömében NB2-es, NB3-as szint. Na most ennek szerintem akkor lesz értelme és jelentőség, hogyha ezt a keretet egyben tudnák tartani. És akkor elmondhatják, hogy van egy egyévni első osztályú rutinjuk. Nem tudom, hogy ez ügyben hogy fognak állni, hogy kiket tudnak megtartani. Azért gondolom, hogy a jobbakat nem sikerült. Tehát például Ádám Martint, meg ugye hát a légiósok, akik 1-2 volt, az nyilván nem maradhat. Úgyhogy... Így, hogy mondjuk nagyon szétszéled a keret, meg mondjuk Waltner sem marad, akkor ez így nem biztos, hogy megérte összességében, hogy ilyen hamar fel tudtak jutni. Hát és ugye annak az érdekében főleg, hogy fel tudtak jutni, hogy nehogy az történjen, hogy a következő szezonban ott legyen az a probléma a Kaposvárnak, hogy akár 2 osztályt zuhanjanak. Tehát, hogyha nagyon szétkapják ezt a csapatot, meg lehet az a veszélye, hogy 2 osztályt zuhannak 2 év alatt. És azért legyünk őszintén, hogy a Kaposváron a Rákóczi neki legalább egy MB2-be az jót el kéne. És ugye eleve 2 év alatt 2-t ugrottak, tehát MB3, MB2, MB1, az most azért nagyon csúnya lenne, hogyha ugyanígy 2 év alatt 2 zuhannak. Igen, egyetértek. És főleg azt meg ne feledjük el, hogy az MB2-ben ők nem voltak esélyesek tavaly a feljutásra. És olyan csapatokat előztek meg, akik sokkal nagyobb lehetőséggel, sokkal jobb csapattal rendelkeztek, de hát ugye a taktika az annyira jó volt, amit kidolgoztak Kaposváron, hogy erre nem volt ellenszere más csapatoknak. Kifutott szezon volt az Kaposváron, tehát ott minden összejött. Ugye mi jöttünk vele föl az NB1-be, látszott, hogy ott egy idő volt, ők nem feljutásra esélyesként indultak meg, és ez nem volt rajtuk ez a lelki teher, szerintem az utolsó 5-6, esetleg 7 fordulóban érezték meg azt, hogy basszus, itt komolyan feljutás esélyesek, addig nem törődtek ezzel a teherrel, és szerintem nekik ez volt a legnagyobb erényük, amúgy annak ellenére, hogy jó taktikával játszottak. És így mi se tudtuk, annak ellenére mi lettünk az elsők, ugye az MB2-ben, nem tudtuk legyőzni őket idegenben, otthon se. Szerintem otthon se tudtuk őket legyőzni. Nem, kikaptatok otthon. Igen, tényleg. 2-0, azt hiszem. 2-0. És ugye az a még számomra egy nagyon szembetűnő, hogy azért kaposvári szurkolókat szerintem mindenképpen említsük meg ebbe az évértékelő műsorban, mert azért kitartottak a csapat mellett, és amikor kiestek, és elkísérték felcsútra, és elmentek, a csapattal máshova is, és tényleg egy nagyon szimpatikus volt ez a kiállás, hogy elmentek, és ott voltak, és bíztatták a csapatot, tehát azért úgy gondolom, hogy ezért a relatív kevés emberi, akik elmentek ezekre idegenbe is, hát idegenbe is csak gondolok,
ez szerintem mindenképpen tisztességes helytállás volt a részükről, mert igazából az Újpest elleni meccsig, már az utolsó fordulóban látszott, hogy azért ott már fiatalok voltak, sokaknak ez egy örömjáték volt, játszhattak itt az NB1-be, a Megyeri úton, azért ez egy ajándék meccs volt sokaknak, de előtte azért nagyon sok csapatnak megnehezítették a dolgát. És ne csak a Debrecenre gondoljunk, tehát itt azért voltak olyan eredmények, ugye a Diósgyőrt, azt mondta a Zoli, de ugye voltak itt még olyan mérkőzések is, még az ősz folyamán, tehát az ősz folyamán is itt azért a Fradi is azért nehezen nyert lett. 3-2-re nyert csak a Fradi, és ha jól emlékszem, még vezetett is a Kaposvár. Tehát azért ez a Kaposvárnak voltak jó pillanatai ebben a szezonban, voltak jó megmozdulásai, villanásai, de hát ugye nyilván ezekből nem lehet megélni sajnos, és ugye ami nagyon fontos, hogy Ádám Martin ugye 5 góllal lett a házi gól király Kaposváron, meg annyi gólpasszal, és ugye, ha jól emlékszem, a 27 gólból 7-et a Debrecennek lőttek. Tehát ilyen Debrecen specialista volt ez a csapat ebben a szezonban, szegény hajdúságiak, de látom Zoli jelzett már is, adom meg a labdát, Zoli. Hát csak ahogy a szurkolókról beszéltél, az jutott eszembe, hogy milyen szép ajándékot kaptak a diósgyőri csapattól is, hogy hazai pályán 3-0-ra tudtak minket simán megverni, és egy jó kis fiesztát okoztunk a szurkolóknak. Hát az mindenképpen szerintem, hogy egy tök jó lezárása volt a szezonnak Kaposváron, úgyhogy jó, utána még volt ugye a Kisvárda elleni meccs, de ott is igazából, hogyha az a butta kapusiba nem történik, amiből kapták, ha jól az első gólt, tök jó partiba lettek volna. Tehát azért nem volt olyan rossz ez a Kaposvár. Én úgy gondolom, hogy igazából a minőségbeli hiba jött ki. Tehát nem volt annyira minőségi ez a keret, ami meg tud ütni egy NB1-es színvonalat. Úgyhogy én szerintem ezt gondolom. Minden esetben nekem egy üde színfolt volt a Kaposvár, és szerintem mondhatom valamennyiük nevében, hogy örömmel láttuk őket, és mi hamarabb visszavárjuk őket az NB1-ben. Nem tudom, hogy valamelyik kötök szeretne esetleg hozzászólni ez a témához. Akkor amondó vagyok, menjünk tovább, és úgy döntöttünk, és ezt nektek is elmondjuk nézőinknek, hogy tudjatok róla, hogy először azokat a csapatokat fogjuk kitárgyalni, akinek nincsen képviselője. És utána jönnek majd azok, akik a mi csapataink, szóval, hogy esetleg nem érdekelnek azok a csapatok, hogy nem képvisel senki, addig pont van időtök kiropogtatni a pattogatott kukoricát, hogy az én esti mesémet meghallgassátok. Na, irány az Atomváros, Paks. Hát itt azért voltak érdekes eredmények a végén, meg úgy is pattant a labda, hogy a vonalról nem befele, nem kifele ment, szóval tényleg Fortuna megfogta a Paks kezét itt a végén, és azért jöttek olyan gólok és olyan megmozdulások, amire azt mondom, hogy ez tényleg kemény meló volt, azért a magyaros csapat nem esett ki, és helyenként így tavasz folyamán futballra emlékeztető momentumokat is látunk a Pakstól, meglepő módon. Én legalábbis meglepő módon, mert én a csertői korszak óta én tipikus bunkercsapatnak tartom a Paksot, és a szezon első felében is főleg azt játszották, főleg ezt a bunkeres játékot. Ugye a Paksról azt nagyon fontos elmondani, hogy a 10. helyen végeztek a bajnokságban, 46 rugott góllal és 53 kapott góllal, azért ez már jobban néz, mint például a Kaposváré, ugye, ami tényleg egy negatív-negatív rekord lett, és 41 pont kellett a bennmaradáshoz. Ilyen sok pont nem kellett még a bennmaradáshoz. Tehát 39 ponttal se esett még ki csapat, úgyhogy... Nem. Tehát azért ez egy nagyon komoly, úgymond egység bizonyos csapatok között. Én azt mondom, hogy a 6. helytől lefele a csapatok erőssége szinte ugyanaz volt. Tehát tényleg minimális különbségek döntöttek, és én főleg azt láttam, főleg a bajnokság végén jött ki az, hogy egy keretben mennyire van tartás, mennyire mély egy keret, és mennyire tud egy jó edző ülni a kapitányi hídon, aki irányít. Mert azért voltak itt olyan összeomlások, lásd Diósgyőr, amire senki nem számított, hogy ilyen összeomlás lesz, de erről úgy is beszélünk. Úgyhogy igazából a Paksról így ennyit tudok mondani, nem tudom, hogy melyikőtök szeretné kezdeni, mert látom, hogy jelentkezettek egy páran. Ennyire legyetek lelkesek azért. Gyors leszek. Nem a szívetek csücske, de azért... Akkor bocsánat, magamhoz ragadtam a szót. Hát én úgy vagyok vele, és nem akarok senkit megbántani, de mindegy. Tehát a Paks is azok közé, csapatok közé tartozik, aki a kiesett volna, nekem egy percet nem hiányoztak volna az NB1-ből. Lehet itt nagyképű fradistázni, vagy bármi ilyesmi. Szerintem szurkolói szempontból nem azt nem szoroz a Paks. Persze vannak nagyon jó kis szurkolóik, akik eljártak szurkolói tornákra, de ezt most adjuk. Itt most arról van szó, hogy nem. Tehát a Kisvárda mellett, a Felcsút mellett, a Kövesd mellett, a Paks, ezek a csapatok nem valók az NB1-be. A másik, hogy kérdezik, hogy mit szólok, hogy a Böde Dani, Böde Danit már kiszorította a Könyves, hát ez ilyen.
Hát a Dani fölött eljárt az idő, úgy látom, megvan neki a tapasztalata, de sajnos a gyorsasága sohasem volt híres erről, és már nem tudta bizonyítani a klasszisát. Egyébként ő szerintem itt az öltözőben lehetett egy komoly tényező, rendbe tudta tenni mentálisan a csapatot, de már játékban nem tud annyit hozzátenni, mint amikor a Ferencvárosnál ugye ráépült a támadójáték. Úgyhogy nagyon jól tették, hogy elküldték a Ferencvárosból, most ezt egyet kell, hogy értsek, és már szerintem a Paks is egy kicsit. Tehát az első osztály már sok a Daninak, minden tiszteltem mellett, sok mindent tett a csapatomért, de eljárt fölötte az idő, és remélem ezt ő is belátja. Józsi, te, mint akinél sokat játszott, ugye nálatok sokat játszott a Böldön, ami egy emblematikus játékosa volt ugye az elmúlt évek Ferencvárosának, és a fradisták ugye a mai napig nagyon-nagyon szeretik a Danit, hogy te hogy látod, esetleg még 2 év lehet benne, vagy már lehet a következő szezon neki a vége lesz? Szerintem már most vége van. Már most vége van? Szerintem első. Úgy tudom, még van egy évig, még van szerződése, nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy neki jövőre fog lejárni a szerződése. Én szerintem megtartják Pakson. Biztos, akármi lesz is, ő ott marad Pakson. És onnan akkor az utánpótlásba, vagy valami szakmai pozícióba el tudnád képzelni? Hát nagyon nem. Nagyon nem? Tehát én nagyon szeretem emberileg, tehát nincs ebben semmi bajom, tehát aki most ezért írogatna, hogy milyen egy áruló vagyok, nem, a Dani nem edzőnek való. Tehát a Dani egy jó, olyan jó szó, jó értelmével véve oda került a nagyvárosba a paraszt gyerek az őszinteségével, oda tette magát, kihozta a karrieréből a maximumot, de ennyi, pont ennyi. Hát és figyelj, szerepelt Európa-bajnokságon, tehát ő elmondhatja, hogy tolna kibaxott, meg igen. Minden. Igen. Tehát nyert bajnokságot, nyert magyar kupát, csak a csoportkörben nem játszott. Tehát igazából mindent elért, amit egy magyar futballista jelenleg Magyarországon el tud érni. Itt kérdezik, hogy a Budafokba beférne. Szerintem nincs olyan NB1-es csapat, ahova beférne már kezdőként. Ezt most nem rossz indulatból mondom, hanem egyszerűen nem lehet ráépíteni. Tehát ő egy pozíciós játékot tudna játszani az NB2-ben a tekintélyével, az egyre gyarapodó súlyával, ő biztos, hogy tudna játszani, de változik a magyar labdarúgás is most már. Azért nem lehet azt a játékot játszani, mint egy pár évvel ezelőtt. A sok idegen légiós, illetve a sok másfajta edző mellett azért sokkal kombinatív, sok mozgásos játék kezd kialakulni Magyarországon. Most ezt ne hasonlítsuk ugye Nyugat-Európával, de attól függetlenül nem. Szerintem már ezt nem tudná, sehol nem lenne kezdő nálam, úgy gondolom. Úgy gondolom. Ma odafigyelek, észrevettétek, eddig nem volt nagyon sok, úgy gondolom. Opa, ott mondtam egyet, de tényleg rajtadok, hogy ne legyen olyan sok. És kapcsolnék Miskolcra. Zoli, itt azért a végén, hogyha lett volna még 2 kör, akkor itt lehet a Paksolit komoly meccsek lettek volna még itt a bemaradásért, nem? Hát lehet, de nem volt. Erre mindenkinek ezt mondom, aki ezt emlegeti. Nem volt már több kör, úgyhogy ez végül is mindegy. De engem meglepett a Paks az utolsó meccsein, szerintem tök jól játszottak. Tehát nem volt bunker meg semmi, hanem neki mentek az ellenfélnek, és annyit rúgtak, amennyit csak tudtak. Szerintem ez egy jó játék volt, bár hiába mondják sokan, hogy ugye jaj, csak magyar játékosok vannak, azért van ott egy-két olyan magyar játékos, akit kurvára utálok. Egyébként. Például? Most például Szakály. De most miért vagy ilyen, Zoli? Hát a magyar csapat, a magyar Betis. De az Zoli mindenki tudtál. Tehát mondhatjuk, hogy jó, magyar gyerekek, de pont leszarom amúgy. És viszont a szurkolóiról annyit megemlékeznék, hogy én ugye nem voltam a múlt héten, és akkor úgy is mondtam volna, és most innen gratulálok nekik, hogy nem hagyták, hogy a drapjukat a lokisták behúzzák ilyen alattomos módon, úgyhogy jár a dicséret. Ennyit tudok a Paksról, gyerekek. Még én a Pakshoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyébként ugye mondtam nektek, hogy tavasszal sokkal szerencsésebben alakultak a mérkőzések a Paksnak, valahogy mindig jobban pattant a labda, meg hát a Fortuna asszonysága is megsegítette őket, hogy azért ne legyen probléma. És egyébként a járvány után, ahogy véget értek ugye ezek a karantén időszak, és újraindult a bajnokság május végével, azért ez fontos kiemelő, hogy a Paks egyszer kapott ki. Tehát ha belegondoltok, ez egy nagyon jó forma. Más kérdés, hogy volt 4 darab döntetlen. De 8 meccsből lehoztak 7-es meccset veretlenül a Paks. És azért szerintem erre mindenképpen tudnak képteni a következő szezonba, mert nekik ez a sorozat kellett ahhoz, hogy ne essenek ki. Tehát azért a Diózsört meg tudták verni,
a Jokaposvár nyilván meg tudták venni, de itt a Mezőkövesd 0-2. Én azt gondolom, az a mérkőzés volt az, ami nekik elintéztek, bent tudjanak maradni, mert Mezőkövesden azért nem volt egyszerű nyerni a szezonban, több csapat is megégette magát a magyaróföldi bázison, úgyhogy én azért is gondolom, hogy, és mondtam, figyeltétek, remélem, tehát, hogy mindenképpen ez a kettő pont, 2-0-ás győzelem, ami 3 pontot ért, szerintem ez volt az, ami bebizonyította a Paks bemaradását. Krisztián? Hát én idény előtt azt gondoltam, hogy mi a Paksal nagy versenyben leszünk a bennmaradásját végül. Nem kellett, nem fogadtam túl merészet, tehát ez így is volt. Tényleg hazba voltunk. Jött a Bobá nevű srác, azt itt elintézte a dolgokat egyébként. Igen. Nem tudom, talán a Paks tényleg nem játszotta azt a bunker fociát, de nekem nem szimpatikus, és egyetértek a Józsival, hogy ha kiesett volna, akkor nem lett volna szegényebb szerintem az első osztály. Tehát engem sem fognak ezért szeretni, de nem baj, én is kimerem jelenteni, hogy egy Debrecennek inkább lett volna helye az első osztályba, de hát ez lett a végeredmény, ezzel igazából már nem tudunk sokat kezdeni. Azért kérdéses, hogy Pakson mennyire tudják egy betartani a keretet, mert azért van egy-egy kiemelkedő teljesítmény, amire azért felfigyelhet egy-két csapat, tehát meglátjuk. Azért az biztos, hogy amennyi szerencséjük most volt az utolsó 11 fordulóban, és most csak arra gondolok, amire a Norbi is mondott, hogy szerencsésen pattant a labda, jó helyzetben voltak. Nem hát biztos. Csak gondolj arra a 93. és feledik percben a gólvonalon megpattanó labdára, ami garantálom neked, mindegyik csapatnak jelenlegi formában biztos, hogy befele pattan. Biztos. Nem. És biztos. Azért a Rácz is sokat segített ott, hogy a Paks azért mindent megadott arra, hogy a Debrecen az utolsó 30 percben pushingolja, nagyon nyomta a Paksot, és a Rácz, ugye fiatal kapus lévén nagyon sok hibát csinált, amit egy rutinosabb csatár nem csak egyszer használt volna ki. Nagyon sok helyezkedésbeli hiba volt, elejtett labda, kijöttek róla a labdák, tehát nem volt magabiztos, és hogyha lett volna egy jó irányító KP középpályás, vagy egy kicsit jobban átlátó szélső, az elkezdett volna lövöldözni a kapura 16-ra. De nem voltak lövések 16-ra. Mert nem volt magabiztos a kapus. Persze, egy utólag okos vagyok, meg jobban látom, de Balázs biztos jobban látja, mert mégis az ő csapata volt érintett az utolsó mérkőzésen. Hát erről majd beszéljünk akkor, amikor a Lokiról van szó. Itt most én pár szót a Paksról, igen, itt mondta Zoli is, hogy vannak nem szimpatikus dolgok. Nekem is van egyébként pár dolog. Nekem például az edzőjük sem olyan szimpatikus, Ostermayer Gábor, kicsit ilyen mufurc mindig, amikor nyilatkozik, és ilyen elég odamondogató stílusban nyilatkozik. Ugye emlékszünk a kövesdi meccsünk után, ahol volt az a vitatott győztes gólunk, és volt Kuttónak a kifakadása. Na most ő a Diózsi elleni meccs előtt szólt be kvázi, hogy egyetért Kuttóra, hogy milyen dolog már az, hogy így nyer a Loki, és hogy ők már most ma beant akartak maradni, hogy ne kelljen kiki meccset játszani Debrecenbe. Ugye meg is büntették végül őt is 200.000 forintra emiatt. Illetve nekem fura volt az is, amit a mi meccsünk után nyilatkozott, hogy velük mindenki kicseszik, és hogy meg akarták szerezni Molnárt a kövestől, és hogy elvitte a Diózsira, ahol csak padozik, és hogy akkor ők tenni akarnak a magyar fociért, hogy mindenki ellenük van, hát fura ez nekem. És a másik, ami egy szintén egy paksi játékos nyilatkozott a mai napon, ugye Sajbán Máté, még Szima Gábornak volt hétfőn egy interjúja a Nemzeti Sporton, és abban mondott egy olyat, amiben mosdatta magát elég rendesen, hogy milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy kiestünk, és megemlített egy olyan nevetséges dolgot, ezt szó szerint idézem. Többször hangsúlyoztam, a kudarc és a siker egyaránt apróságokon múlik, de említek egy konkrét példát. Tavaly nyáron szerettük volna átigazolni Sajbán Mátét a Buda Őrstől, ám néhány nappal lemaradtunk, a támadó Mezőkövesre szerződött. Télen felvetődött a kölcsönszerződés lehetősége, ám az akkori vezetőedző, Vitelki, úgy vélte, a keretünkben jobb támadók szerepelnek nála. Ha hozzánk kerül, biztosan nem szerez fontos gólokat a Paksban, a bajnokság hajrájában, és talán kevesebb pontot gyűjt a Tolna megyei együttes. Erre mondott egy olyat ma Sajbán Máté, hogy meglepett, hogy Szima Gábor megemlítette a nevemet, örültem neki, és ha úgy gondolja, hibázott, hogy nem törekedett jobban a szerződtetésemre, igazat kell adjak neki.
Önbizalom az meg van. Nem is az, hogy önbizalom, hanem azért te is, tehát a Szimának mondja ezt, ha jól értem, aki már nem tud erre reagálni. Tehát ugye már nem tud reagálni, mert ő kikerült a futball vérkeringéséből, és hogy most bocs, hogy ezt mondom, de én szerintem úgy gondolom, hogy ideje volt már. Az előző adásban láttátok az én eléggé erős véleményemet ebben a témakörben, aki akarja nézze vissza. De én úgy gondolom, és megint mondtam, de tényleg, hogy azért ilyen önbizalommal nem biztos, hogy szerencsés egyébként válaszolgatni, főleg úgy, hogy azért sokat többé nem tett le az asztal. Nem, hogy van önbizalom, csak ugye annyit még nem tett le az asztal, jól mondott, 3 gólt rúgott itt a tavasszal, azért ettől még nem kéne annyira elszállni. Mondom, nekem vannak ilyen furcsa dolgok, most a Paks nem volt egyik ennyire Rivalda fényben, most idén nagyon sokszor így előtérbe kerültek ilyen-olyan nyilatkozatok meg dolgok miatt, amik által nekem annyira nem voltak szimpatikusak, de most lehet, hogy csak a keserűség beszél belőlem, hogy pont ők előztek meg itt minket a végén. Én nem hinném, hogy a keserűség beszélne belőled, mert egyébként a táblázatot megnézzük, a Debrecenek nem a hazai pályán voltak a problémái, mert ugye a harmadik legjobb csapat voltatok otthon, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok például az volt, hogy a Paks egyébként idegenben nem volt egy jó csapat, de valahogy a bajnokság végére megtanultak idegenben is fotballozni. Tehát azért mondom, hogy az a 3 pont, például Mezőkövesden szereztek, az mindenképpen egy meglepetés volt. Arra senki nem számított, mert nem volt a levegőben. És főleg úgy, hogy a Paks 16 pontot szerzett idegenbe, és a 16 pontból, amit szerzett idegenbe a Paks, értitek, a Paks, amit szerzett idegenbe, abból a vírus szünet után szerzett, azt mondja, 1-2-5 pontot szerzett idegenbe. Tehát 33%-át a pontjainak idegenbe szerezte meg a vírus után, ami azért elég komoly idegenbeli mutatójavulás. Viszont, hogyha nincsen több hozzászólás, én amondom vagyok, menjünk tovább. Mit szóltok? Én ennyit szólnék, hogy van. Úgyhogy még a Molnárhoz hagy csatoljak egy kicsit vissza. Ugye ez a nyilatkozatra azért én is felkaptam a fejem, már csak azért is, mert kérdezzük már meg Molnárt, hogy akart-e Paksra menni. Tehát, hogy kurvára nem akart Paksra menni, hogyha választhatott Diósgyőr meg Paks közül, akkor a Diósgyőrt választotta. Tehát most ez ennyi az Oster Mayernek innen üzenem, hogy Diósgyőr mindenek fele. Zoli, mi történt? Beállt a vállad? Vagy mi van? Mert tudod, hogy jön a kisvárda, és már látom, hogy már teljes idegességbe került. Csak a 0-2 miatt lehet egyébként ezt, ha már egy kisvárdáról beszélünk. Most így engem csapatként. Nem zavart a 0-2, én tudtam, hogy ki fogunk kapni, el is mondtam nektek is, meg mindenkinek, úgyhogy fel voltam rá készülve abszolút. Akkor már a lejtmenetbe kapcsoltunk abszolút, tehát teljesen fel voltam rá készülve a kisvárdára. Viszont kövezzetek meg, én örültem, hogy bent maradtak, már csak boldog Tamás miatt. Én beszéltem is vele a meccs után, meg azóta is beszéltem vele. Köszönte is szépen, hogy mondtam neki, hogy örültem, hogy bent maradtak. De ennyi elég is volt neki szerintem a kisvárdából, mármint, hogy ezt én mondom, ezt nem ő mondta. Ez volt neki egy lépcsőfok. Én tudom jól, hogy neki fontos az, hogy egy olyan klubnál játszon, ahol tényleg vannak tervek, hosszú távú tervek, meg jó nagy szurkói háttér, úgyhogy ez egy jó kis ugródeszka volt neki, örültem neki, hogy úgy jött ki belőle, hogy azért nem estek ki. Ugye ott van Grozav, nem tudom, 7 gólt rúgott náluk, vagy 8-at, azért az most jól jönne majd nekünk, hogyha hozzánk igazol, és hát még Gosztonyi barátom van ott, aki ugye most azért súlyos sérüléséből próbál felépülni, egyébként itt volt a meccsen Mankóval, meg Gibbsbe, meg minden, és hát ő vele viszont aláírtak egy új szerződést, ez viszont korrekt volt szerintem a kisvárdától. Az tényleg az. Ugye akkor gyorsan elmondom a föltudnivalókat a kisvárdáról, hogyha esetleg valaki nem tudná, mint minden csapatnál áll, és elmondom, 42-43-os gólkülönbség, 42 gól, itt 42-es misztikumban vagyunk, azért nem olyan rossz az eredmény, ez végül is a 8. helyre volt elég. A sokak által ugye régiós testnek hívott csapattól. Én Tamásnak gratulálok, mert úgy gondolom, hogy egy relatív kiesésre prognosztizált csapatot be tudott tartani. Meg kell követnem magam, mert én ugye úgy gondoltam sokáig, főleg a Fradi meccs után, hogy el lehet taktikázni a kisvárda, és ki fognak esni.
rám cáfolt, ami neki szerintem egy fantasztikus kispadot hozott. Ugye a budapesti Honvéd vezetőedzője lett, ugye a kispesti vezetőedző lett a Boldog Tamás, ezúttal gratulálok nekik, és még egyszer mondom, megkövettem magam, mert neki lett igaza. Nem véletlenül ő az edző, és nem én csak egy szurkoló, egy ilyen megfejtő, ahogy szokták mondani. Viszont a Kisvárdáról úgy gondolom, hogy nem annyira jó az a csapat, mint amilyennek tűnik. Ő az, aki kihozta most a maximumot. Jövőre Kisvárdán szerintem lehetnek kiesési gondok. Főleg úgy, hogy nagyon sok játékos távozik, illetve megszűnik a szerződése. Szóval érdekes lesz ez a Kisvárda. Nem tudom, te Krisztián, te hogy gondolod ezt? Egyetértesz vele? Egyetértek, főleg úgy, hogy igazából a Boldog Tamásnak most egy nagyon nagy lehetősége, hogy bizonyítsa, hogy hogy mekkora edző, mert tényleg olyan helyre került, hogy most akkor bizonyíthatja, hogy ekkora edző, mint ahogy már előre megkapta a bizalmat, most tényleg élhet is vele. A Kisvárdával kapcsolatban ugye tényleg nagyon sok légióssal álltak föl, én nekem ez nem annyira volt szimpatikus, hogy teli légióssal felálló csapat, de hát igazából ez mindenki, minden klubvezetőnek, tulajdonosnak a szíve joga döntése, hogy milyen keretet rak össze. Ez volt a döntés. Lényegében a csapat nem volt rossz, de annyira jó se, hogy elmondjam, de igazából tényleg ő a Paks mellett még ő lehetett volna a másik kieső, akiért nem hulajtottam volna könnyeket. Nem játszottak rossz focit, a végén azért látszott az utolsó 8 forduló vagy célfutballra mennek rá. Így sikerült, tényleg, ahogy mondtad, elég sok távozója lesz. És kérdéses, hogy ugye milyen edzőt tudnak hozni, ugye a Révész Attila nyilatkozott, hogy való külföldi edzőt akarnak mindenképpen hozni. Tehát ezt én vártam ezt a, én nem lepődök meg ezzel, meglátjuk, milyen keret állott össze. Egyetértek vele, jövőre én is az egyik fő kieső jelöltnek tartom a Kisvárdát. Főleg, hogyha nem tudnak ilyen grozáv szintű játékosokat hozni, akkor bajba lehetnek, ami már látszott most a szezon vége felé is, hogy egy-egy játékos kiesés esetén már komoly problémák vannak, főleg a támadásban. Hát én úgy gondolom, megint nem baj, szóval én úgy látom, hogy a Cukálász egyébként vezető szerepben lépett elő itt a végén. Tehát azért az ő játéka az nagyon rendbe került itt a vírus utáni leállást követően. A Cukálász játéka szerintem egyértelműen top volt a kisvárdai csapatban, és látszott is az ő játéka, például ellenünk is fantasztikusan játszott. Tehát nagyon együtt élt a labdával, jó labdái voltak, jó meglátásai. Lehet, ha én a Tamás helyében lennék, lehet a Cukálászt elvinném a Kispesthez magammal. Ez az én véleményem. És még egy fontos dolog, hogy a szurkolókat megemlítem, és utána adom is Józsinak tovább a labdát, hogy azért a szurkolók azért jól nyomták. Azért a várkerti vitézek azért sok helyre elkísérték a csapatot, és az nem kevés kilométert kellett utazni, például Fehérvárra, Zalaegerszegre, azért nyakúba vették az országot, és azért komolyan 900 ezeres kilométereket itt leutazgattak, azért ez elég komoly, szóval az őket mindenképpen meg kell süvegelni ezért a teljesítményért, ez nagyon rendben volt. Józsi? Én azt mondanám, hogy abban a megyében én a Nyíregyháza Spartakuszt vártam volna mindenféleképpen az első osztályba. A Kisvárda nekem csak és kizárólag a Boldog Tamás volt, Boldog Tamás miatt volt szimpatikus. Egyébként én szerintem a másodosztályban tökéletesen ellennének a várkerti vitézekkel együtt, ezt most megint csak nem rossz szándékból mondom, nem első osztályú csapatban való. Ugye sokszor elkésztük a Révész Attilát a futball filozófia miatt, ami 106 oldalat mintektattuk, aztán közben ezt meg is szereztük, nem Révész Attilától, hanem máshonnan. Hát ezt a futball a filozófiát fogták egyébként, és kibaszták az ablakon, mert nem az történt, hanem az, amit a Boldog Tamás kitalált. Illetve a Boldog Tamás is egy kicsit átalakította a saját játékát, nem az volt, amit Diós Győrben megpróbált, hanem valóban egy célfutballt, egy ilyen bennmaradáshoz elég célfutballt próbált kialakítani, és ezt jól is tette, és nagyon örülök neki, hogy egy nívós kispadot tudott megszerezni ezzel, és minden tehát nekem nincsenek ellenérzéseim a Kisvárdával, egyszerűen azt várom, hogy menjenek a másodosztályba. Ott abból a régióból egy Spartakusz, aminek történelmi hagyományai vannak, inkább ő való az első osztályba. Tehát tudom, hogy tenni is kell érte, csak úgy baromi nehéz, hogyha az egyik tud tenni, a másik pedig nem tud tenni, mert ha benne is marad, akkor is kizárják.
Tehát az, amit a Spartakusszal műveltek az elmúlt években, az tényleg a, ha nem is vagy spari szurkoló, azért az embernek kinyílik a bicska a zsebébe. Maradjunk. Főleg úgy, hogy ugye jogerős bírósági döntés van arról, hogy Spartakusznak igaza volt. Tehát már csak ezért is azt kellett volna csinálnia akkor az MLS-nek, az én meglátásom, hogy a következő versenykiírásban visszahelyezem az NBA-be a Nyíregyházát, hiszen kimondta, a törvény kimondta, az alkotmány által kiírt törvény, leírt törvény kimondta, hogy őket jogtalanul vettem el ettől a lehetőségtől, hogy ők itt lehessenek velünk. És ugye a Zolinak ugye meg biztos hiányzik a Spartakus, már csak a keleti rangadók véget is. Nem, Zoli? Hogy ne hiányozna, hát őket tudnám a legjobban szídni, és hát azért azt tudjuk, hogy az MLS az a törvények fölött van, állam az államban, és épp ezért buzi MLS, és még egy nevet akarok megemlíteni a Kisvárdából, aki szerintem, aki még jó játékos, és nekem tetszett a játék, ez a Kovács Réti. Ez egy fiatal srác, és szerintem vele még fogunk találkozni az elkövetkezendő években ezzel a névvel. Lehet, hogy más csapatban, de szerintem elég jól játszott. Igen, jó volt a Kovács Réti. Egyébben egyetértek vele. Nem tudom, még valaki a Kisvártához van-e valami hozzáfűzni valója, vagy akkor amondó vagyok, jöjjünk a fővárosba, Kispest, budapesti Honvéd. A Honvéd megnyerte a Magyar Kupát, úgyhogy ezúton gratulálunk nekik, ez nekik európai kupaindulást ért. A bajnokság 5. helyén végeztek, ami szerintem az őszi játékot elnézve realitás. A tavaszt meg elnézem még inkább, azt mondom, hogy a realitás talán a 4. hely is kinézhetett volna, de azért a végén azért kicsit leeresztett a Kispest. A gólkülönbség 36-44, nagyon kevés gólt rúgott a Kispest. Én úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ez a kispesti névút képviseli, tehát konkrétan a Kispest a második legkevesebb gólt az NBA-be, és ezzel lett az 5. Tehát azért nagyon sok 1-0-ás, 1-gólos meccseket nyert a Honvéd, ami nem is tudom, mikor volt arra példa, hogy ilyen kevés gólt rúgjon a Kispest, tehát számomra nagyon meglepetés. A meccsen 2-1-es átlag épp, hogy megvan. Azért ez nagyon gyenge. Bármennyire azt nézzük, hogy megnyerték a Magyar Kupát, ez a Kispest, ez mindenképpen javulni kell, mindenképpen jobbnak kell lennie, mert azért a Kispest mégiscsak egy 14-szeres bajnok csapat, tehát ez egy emblematikus csapat a magyar futballban. Gondoljuk itt ugye például a Puskásra. Ugye Puskás öcséről beszélek, ugye, aki a kispestieknek ugye nagy szíve csücske, és a mai napig értetik, amikor tudják, és ugye dalba is foglalják, és ugye a szurkolótábor az északi kanyar Puskás Army pólókba járt, tehát tényleg egy ilyen dinasztia van az öcsi körül, Puskás öcsibá körül ugye Kispesten, de nem csak én akarok beszélni, át is adom nektek a stafétát. Balázs! Nagyon mondtad itt ezt, hogy reális ez a helyezés, hát hogyha a szezon elején kérdezted volna a kispestieket, vagy akkor beszéltünk volna arra, hogy mi lehet velük. Nem biztos, hogy ezt az 5. helyet mondtuk volna, és szerintem összeteszik most a kezüket Kispesten, hogy ebből kihoztak egy 5. helyet, meg egy kupagyőzelmet. Ugye, hát Sanninóval ahogy indultak, 4 meccs, 4 zakó, és ha akkor vegyük úgy, hogy 6 meccs, 5 zakó, tehát hogy Újpesten nyertek, de egyébként kikaptak Diósgyőrben, Pakson, otthon kikaptak a Kisvárdától, tőlünk és a Viditől, tehát így indították a szezont, hogy 6 meccsből 5 vereség, és még utána kezdtek csak el majd pontokat gyűjtögetni, és ugye jött a vírus előtt egy nagyon pocsék szériájuk, amikor a Diósgyőr 4-et hintett nekik idegenbe, a Kisvárda 5-öt hintett nekik szintén a hazai pályán, szóval ott ugye elköszöntek Sanninótól, szerintem ez kulcsmomentum volt, óriási zsákutca volt az ő kinevezése, igazából ezt lehetett sejteni, tehát egy olyan edző, aki 10 év alatt 20 csapatnál megfordul, az azért sokat mondó általában, úgyhogy hát érdekes év volt ez a Kispestnek, elég ilyen átmeneti jellegű, tehát ugye tulajváltás, játékos mozgások, volt egy Európa Liga szereplés, ami mondjuk nem volt olyan rossz, és egy ilyen felemás szezon, aminek a végén szerintem ez az 5. hely és ez a kupagyőzelem, ez egy maximálisan kihozott dolog, tehát ennél jobbat szerintem nem lehetett ebből a szezonból kihozniuk. Zoli? Hát igen, én nagyon örülök, hogy akkor kaptuk el a Honvédot 4-0-ra, amikor ilyen nagyon-nagyon padlón voltak, nagyon kellett nekünk az a győzelem, meg az így tempóba tartott minket, sőt egy kicsit lökött is szerintem a csapat teljesítményén.
utána szerintem utána egyre jobban összeszedték magukat, vagy pison szedte össze őket egyre jobban, de utána már azért nehéz lett volna nekik négyet ugni, de mi pont a legjobbkor kaptuk el őket, és ugye sokan kritizálták a klubvezetést, hogy miért nem Pisont viszi tovább, miért kellett Boldog. Nem tudom, gyerekek, Pison biztos nagyon jó edző, de szerintem Boldog sokkal modernebb felfogásban fogja ezt a csapatot vezetni, és amit megígérhetek, az öt védőt azt el lehet felejteni a Honvédnál. Tehát, hogy ez biztos nem lesz. És hogyha a Honvéd tényleg régi tradícióit nézzük, akkor szerintem ez a játék, ami most fog következni, vagy Boldog, az sokkal jobban fog közelíteni a régi ős Honvéd játékhoz, mint az elmúlt évek Honvéd játéka. És mindannyian, de azért akik ismerik, nagyon várták, majd Boldog kapjon egy normális kispadot, egy normális kerettel, normális anyagi háttérrel, olyan klubnál, ahol vannak tervek, tehát nem az van, hogy ne essünk ki, meg de azért elő se végezzünk, tehát hogy egy olyan helyre ment, ahol tényleg vannak tervek, most lehet ott tényleg építeni egy csapatot, kipróbálni nemzetközibe, hazaiba, úgyhogy én nagyon várom a szereplésüket, és biztos, hogy jól is fognak szerepelni. Még egy dolog, ami rendre előkerül, ugye Boldoggal kapcsolatban, a Honvéddal kapcsolatban, hogy Ugrai, Boldog, hogy fogják egymást majd bírni. Hát Ugrai meg Boldog nincsenek rosszba, sokan nem tudják, de ők nincsenek rosszba, tehát amikor Ugi eligazolt tőlünk, akkor Boldog simán adott az új klubjának egy ilyen ajánlást, hogy persze vigyétek, jó játékos meg minden, tehát nincsenek ők jóban, nem fújnak egymásra, de... Nincsenek rosszba. Most nincsenek rosszba, bocs, nincsenek rosszba. Ja, igen, nincsenek rosszba, és de az meg annyi, hogy a Boldogot ismerve, aki nem csinálja meg a munkát, nem teszi bele, azzal úgyse lesz jóba. Tehát, hogy ez nála, ez nem így pofára megy. Ő tényleg egy igazi profi világból érkezett szerintem, és ott nem igazán számít az, hogy te jóba vagy, vagy rosszba vagy. Jól játszol, oda teszed magad, akkor játszani fogsz. Tehát ez ennyi. Úgyhogy én kíváncsian várom a Honvéd szereplését, és remélem, hogy tényleg egy olyan játékot fognak játszani, ami majd jó meccseket fog majd a semleges szurkolóknak is adni. Józsi? Hát majdnem ugyanezt akartam elmondani, én annak örülök, majdnem szó szerint. Zoli a gondolatolvasó. Hát nem, hát mind a ketten, ő ugye a saját csapata miatt, én pedig azért, mert az edzői habitusa, edzői stílusa, hozzáállása miatt nagyon szimpatikus, meg emberileg is nagyon szimpatikus a Boldog Tamás. Nagyon örülök neki, hogy ott tudott maradni Pisont a kispadon. Nem tudom, hogy mennyire veszi ezt ő lefokozásnak. Én annak örülök, hogy maradhatott ő is. Az biztos, hogy nem lesz egy átlagos szezonja most a Kispestnek. Ha valóban be tud nyúlni a zsebbe az új tulajdonosi kör, és olyan játékosokat tudnak odaadni a Boldognak, aki alakítható, és ugye meg tudják ezt tenni, akkor akár még a dobogóra is odaférhetnek. Egyébként ezt várom tőlük, ezt az ellenfél tér felé megfojtom a ját, az ellenfelet. Aki látta annak idején, amikor a Diós Győrnek jól ment a szekér, az tudhatja, hogy mit játszott a Diós Győr. Sőt, még egy filmet is készítettünk közösen róla, az Amíg élek énnel, hogy mi az, amit elvártak annak idején a Diós Győrben, és ami tulajdonképpen a Boldognak a filozófiája. A labdavesztés után egyből visszatámadás, bizonyos másodperc számra meg kell támadni, nem szabad hagyni, rengeteg futással, és egy nagyon-nagyon kompakt csapat kell, hogy legyen. Tehát az tulajdonképpen 10-11 embernek az együttmozgása kell, hogy legyen. Nem tudom, hogy mi lesz majd például Lanzafam esete, beáll-e a sorba, mert nem áll be a sorba, akkor repül, mint a győzelmi zászló, ebben biztos vagyok. Ugyanúgy, ahogy a Grozav is egyszer-kétszer elmondta Tamás, hogy miért ment el onnan, nem illett a csapatába, és a végén egyébként lehet, hogy előrébb végeztek volna, de mint csapat jobban funkcionált a Kisvárda. És ezt várom a Honvédtól is, hogy nála lehet fejlődni. Ugrai Roland a Boldog Tamásnál lett válogatott. Tehát akit mindenhonnan elküldtek, a Fraditól, a Szombathelytől, nem láttak benne semmit, túl narcisztikus alkat egyébként az Ugrai, most egy kicsit lelkileg megerősödik. Biztos vagyok benne, hogy ha megadja neki a Boldog a bizalmat, mert biztos, hogy ha a munkát beleteszi, akkor tuti, hogy a Boldog fogja játszatni. Egyébként nem az Ugraival volt neki gondja, hanem
két-három másik játékossal, akik hátba szúrták annak idején, de ez már történelem. Igen, ez elmúlt. Igen, ez elmúlt, ez meg nem is az én dolgom. Attól függetlenül azt várom, hogy jó legyen a Kispest. Tehát mindig jó egy olyan Kispestet elverni, ami már majdnem olyan jó, mint a Ferencváros. Tehát ott van a dobogó közelébe, de valahogy... De nem olyan jó, mint a Videóton. Nyilván, igen. Egyértelműen ezt akartad mondani, Józsi. Na, és azt még hagyj jegyezzem meg, hogy Bódognál lett válogatott, és nem játszott szarul a válogatott. Így van. Tehát, így van. Jól játszott, góllal mutatkozott be, úgyhogy én sok sikert kívánok meg. Én szeretném az ilyen játékosokat a válogatottban, mert nekem ő egy igazi magyaros játékos. Igen, annyi, hogy reméljük, hogy lelkileg most már megerősödött, mert az jellemző volt rá, mondom még egyszer, ez nem rossz szándékban, nem ő ilyen alkat, elég ilyen lelkis alkat, mert ők tettek is érte az előző csapatainál, hogy ilyen legyen. Úgyhogy ha megkapja a bizalmat, ő biztos, hogy mindent meg fog tenni. Úgyhogy én azt várom, hogy egy jó ütős, jó kis honvéd legyen, csak ehhez a tulajdonosi körnek is oda kell tennie magát, vagy pedig az akadémiáról olyan játékosokat kell Bódognak adni, akik ezt a irdatlan melót, mert el tudják végezni, mert most miért fognak húgyozni azt az így, mindenki legyen vele tisztában. Hát, most a... Bocsáss meg. Ennyi. Ja. Nem tudom, hogy látta-e valaki, te bocsáss meg, valaki látta azt a videót, amikor itthon volt Bódog, és a Kispest utánpótlásnak tartott edzést valamelyik stadionban. Nem tudom, hogy valamelyikőtök látta ezt a videót is. Nem. Egyszerűen a feladatokat nem értették meg a srácok. Várjál, az a vasas volt? Azt én csináltam azt a videót. Ja, te csináltad, a vasas volt. Tehát, hogy először a feladatokat nem értették meg az utánpótlás játékosok, hogy mit kell csinálni. Persze utána, amikor el lett magyarázva, akkor felpörögtek. Tehát, hogy valami ilyet várok a Honvédtól is, hogy majd először még csak néznek, aztán utána meg felveszik a tempót, és akkor majd nyomják ezt a stílust. Csak legyen vele türelem, vele szemben, vele mellette álljon be megé a tulajdonosi kör, és ne 5-6 mérkőzés után várjanak már ilyen nemzetközi szintet, azt nem lehet. Csak legyen türelem vele, ennyit. Amit én akartam még mondani, olyan törött a háttere, mindjárt kivizsgálom az eseményeket. Szóval, ami még akartam hozzáfűzni a Kispestre, hogy a Kispestben azért gazdag Dániát ne feledjük el. Azért ő neki nagyon sok kérdeme van abból, hogy a kupagyőzelmet vett a Honvédnak. És hogy ilyen eredményeket el tudott érni a Kispest. Én gondolom, a gazdagnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a Honvéd ide tudott jutni, ahol most van, és szerintem ő mindenképpen egy alapember lesz a jövőben. Meg Zsótér, ne felejtsük el. Most... Ja, Zsótér, hát ő valószínűleg oda fog menni, és még elvileg Tamás Krisztián érkezik a védelembe. Nem, elvileg biztos. Akkor jó, biztos. A Vinicius is elvileg érkezik a védelembe Fehérvárról. Én úgy gondolom, ahogy szoktam mindig mondani, és tényleg így látom, a Honvéd tényező lesz a következő szezonban, a dobogóért harcban lehet, és hát ne feledjük el, hamarosan elkészül az új méltó stadionja a Kispestnek, ami szerintem egy igazi, igazi vár lesz, egy bevehetetlen erőd lesz sokak számára, úgyhogy meglátjuk. Mert tényleg, hogyha az Észak-Kanyar úgy fog szurkolni, ahogy szokott, akkor ez egy nagyon kemény pálya lesz minden csapatnak, bárkimőd a Videóton, ha a Ferencváros, ha a Győr, ha a többiek, tehát mindenképpen, de látom, hogy Krisztián hozzá akart szólni a Kispestet. Igen, itt elmondtad már közül, hogy a Tamás Krisztián az ugye nagy valószínűséggel a Honvéd csapatában fogja folytatni, ez most már ilyen lassan kimondható történet lesz, igazából csak a Honvéd szezonjával kapcsolatban, hogy azért itt most a, nagyon nézzük ezt, összehasonlítottam a két edzőt, hogy ugye azért az olasz szakember és a Tisont körülbelül a megszerezhető pontok százaléka arányában közel ugyanazt hozta, tehát azért igen, nem játszott szép focit, a Honvéd nem volt eredményes, de azért majdnem ugyanannyi pontot szerzett mindkét edző. Nyilván az edzőváltás után a Tisonttal a klub új lendületet kapott, ennek köszönhetően behúzták a kupát, amit igazából az edzőváltástán én vártam is tőlük. Utána viszont már a játék azért szerintem annyira nem volt meg, tehát azért ott a végén már egy kicsit elfosztak, vagy visszaálltak a korábbi szintre, ahogy egy cikkben is írtam. Azt gondolom, jó edző lett volna Pisolt István, de hát most kíváncsi leszek jövő évben a Bódogra, bizonyíthat, és biztos vagyok benne, hogy meg fogja azt a karhetet kapni, amire ő neki szüksége van a játékához.
Gyerekek, akkor ennyit a Honvédról, Norbit elvesztettük, én úgy gondolom, de szerintem menjünk tovább a következő meccsre, vagyis a következő csapatra, ez pedig a Mezőkövesd, ami belső listánk szerint, amit én nagyon előre vártam, és hát oda vártam, ahova végül nem jutott el, de miért nem jutott el? Vajon mi lehetett ennek az oka? És hogy milyen, most valaki itt írta, hogy igaz-e, hogy Molnár megy vissza Mezőkövesd, de én nem tudok ilyenről minek menne, hiszen Kuttorral abszolút nem nincsenek valami nagyon jóba, meg nálunk szerintem fog játszani, meg játszott is, úgyhogy nem gondolom, hogy visszamenne Mezőkövesdre. Viszont két nevet hallottam, a Mezőkövesdi játékos érkezhet hozzánk, de hogyha keresztre feszítetek, akkor se tudom megmondani, ki ez a két ember. Úgyhogy meg azt se tudom, hogy játszanak. De mi lesz a Mezőkövesd? Mit gondoltok? Hát lehet, hogy ez egy jó kifutott szezon volt nekik, egy jó munkát végeztek a Tóth Laci és a Kuttor. Hát én szerintem most nem lesz a jövő. Föl vannak már rájuk készülve, tudják, hogy mit várhatnak el, egy kicsit talán az ellenfelek le is nézték őket. Én szerintem most ebben az idényben kieséssel fog küzdeni a Mezőkövesd. Ezt várom. Hát én ugyanezt várom, mint a Józsi mond. Ugye azért ez tényleg egy történelmi szezon volt a Mezőkövestől, tehát 50 pontot szereztek, úgyhogy tavaly azért eléggé melegben voltak a végéig, majd hogy nem. Játszottak egy magyar kupa döntőt, ami szerintem ismét egy fantasztikus élmény lehetett a Mezőkövesdnek. De hát lássuk be azért, a Kuttor Attila munkája az mindenképpen kiemelendő. Tehát szerintem a Kuttor munkája nélkül ez a Mezőkövesd sehol nem lenne. És ugyanúgy, ahogy a Józsi is mondja, én ugyanattól félek, hogy a következő szezon egy nagyon kieszésveszélyes szezon lesz. Részben a 3 évvel ezelőtti Vasast vélem felfedezni a Mezőkövesdben, hogy egy nagyon jó szezon után egy nagyon-nagyon rosszul kinéző következő szezon jön. Ugye ott ők Európa Ligát kaptak, utána ki is zúgtak, most ugyanezt vélem felfedezni itt Európa Liga nélkül. Akár csak mi. Akár csak ti. Valahogy ez a harmadik hely Európa Liga, hogyha előtte meg majdnem kiestél, ez valahogy nem egy jó kombó. Nem egy jó kombó, nem az ő köves, de azért vannak a játékosok, akiket azért felfedeztünk ebbe az évbe. Gondolok itt az Ivzivácéra, aki szerintem elég jó volt, vagy a Nesterovra, Szappanosra a kapuban. Tehát ezek olyan játékosok, akik szerintem tovább tudnak lépni, mint maga a Mezőköves. Magasabb szinten is tudnak majd fotballozni, mint a Mezőköves. Nem megbántva a Mezőköveset és nem lenézve, de hát azért nem egy profi top csapata az NB1 mezőnyében. És azért vannak itt még tényleg olyan játékosok, akik szerintem jó, hogy itt vannak, tehát azért a Pilár is jól játszott, neki is a tavasz az jól sikerült, vagy gondolhatunk itt ugye akár a Kárnickire, szerintem ő sem volt rossz a tavasz folyamán, és hát aki nekem nagyon tetszett, és szerintem az igazi év meglepetés embere volt, az a Cseri Tamás. A Cseri úgy gondolom azért jól játszott, például ellenünk ő volt az, aki igazából tulajdonította a Mezőkövesdet, mert adott egy olyan mesteri labdát, amikor 2-0 vezettek Sóston, és igazából azzal dölt el, például a kupa elődöntő is. Tehát én szerintem Mezőkövesdben jól dolgozik a Kuttor Attila. Egyébként közben meccs cseréltem, és Zolinak köszönöm szépen, hogy kisegített, mert valamiért a piros-kék meccs nem bírtam el a kamerán, nem tudom mi van, de visszavettem a fehéret, és passzol is tovább a labdát Debrecenbe, Balázs. Igen, nem lesz szerintem kieső jelölt a Mezőkövesd, szerintem jó szakmai munka folyik ott, pénz az van szarásig, úgyhogy ez szerintem nem lesz probléma. Mondjuk kérdés, hogy tényleg a kulcsemberekből ki tudnak megtartani. Itt olvasom, a cseten is írják, hogy Zivzivadze azért eléggé kelendő, meg hát Cseri egy ilyen szezon után nyilván sok csapat érdeklődését felkeltette. Nem tudom, hogy Berecet meg tudták-e végül szerezni, vagy még... Megszerezték. Akkor ő mondjuk az fontos volt, mert ő is egy kulcsjátékosa volt ennek a csapatnak. Azért igazoltak jókat, tehát a Besirovicsot, akit a Hajduktól leigazoltak, azért az egy jó igazolás, vagy Kárnicki, aki a Batéba játszott korábban. Úgyhogy ha tudnak ilyen légiósokat hozni megint, akkor én nem hiszem, hogy itt a kiesés ellen küzdenének. Szerintem egy stabil középcsapat ilyen negyedik, hetedik hely környékén, anélkül, hogy félniük kéne a kieséstől, meg mondjuk izgulni, hogy lesz-e dobogó. Az biztos, hogy az idei egy kifutott szezon volt szerintem is, de ennyire, tehát hogy rosszak, sokkal rosszabbak nem lesznek ennél szerintem. Hogy látjátok? Kuttor Attila fog maradni? Ezért kövessem. Te kifizeti a 2 milliót, igen.
Hát ugye az én úgy gondolom, hogy azért ez szerintem erős volt egyébként, tehát ennél kevesebbért többet szoktak adni, ugye úgy is mondhatnám, de nem, tehát az a baj, hogy többért kevesebbet szoktak kapni. Én úgy érzem, hogy példát akarnak statuálni az Attilában ebben a szituációban. Hát a debreceni beruhanás az sem ugyanennyit ért? Ugyanennyit ért, és szektor lezárás. Na de egy 20 ezer stadionban lezársz 4 szektort. Na, húha! Nagyon kivasztál Debrecenne, bazd meg! Lezártál 4 szektort a 20 ezer stadionban. Mennyien nem mennek be? 20 ezeren helyen bemehetnek 14 ezeren. Hát igen, de egyébként ezt nem is értettem, ezt a büntetés dolgot, mert fölvetett egy problémát, amit ahelyett, hogy beszéltek volna róla, egyszerűen csak megbüntették. Tehát magyarul mit sugall ez a dolog? Nevessél, most tök mindegy, hogy igazam vagy nincs. Fölvetett egy problémát, ahelyett, hogy tárgyaltak volna róla, azt mondták, hogy 2 millió. De elmondták, hát, hogy egyébként minden edző elmondhatja a véleményét. Ja, csak 2 millióba kerül, bassz meg. 2 millió forintért elmondhatod a véleményedet. Hát érted, de nem tudom, Zoli, te hogy vagy ezzel a 2 millióval? Mikrofon, Zoli. Úgy vagyok, hogy ez enyhe büntetés volt, mert visszagondolok, hogy amikor Szivics mondott hasonlót, akkor őt megbüntették, meghurcolták, tárgyalásra járt, eltiltották, a kupadöntőn se tudott ott lenni. Hát ő pont a videóton elli meccs után nyilatott. 2 milliót meg most kifizeti Tálai helyette, és mindenki vidám, úgyhogy most én nem gondolom, hogy ez olyan óriási nagy büntetés volt. Szerintem sokkal nagyobb büntetés lett volna, hogyha vagy 10 meccsre eltiltják. Én egyébként számítottam arra, hogy kap pár hónapot, úgy, mint Arnó Szivics. Igen. De ahhoz képest így, a 2 millió tényleg nevetségesen kevés. Egy abszolút nevetséges volt. Persze itt is most megmutatkozik az, hogy egyenlők között van egyenlőbb, és pont ezzel mutatta meg az MLS azt, amiről ezek az edzők egyébként beszéltek. Úgyhogy buzi MLS. Köszönöm. Ugye, ami még szerintem így fontos, kiemelhető lehet a mezőkövest kapcsán, hogy tényleg több klub megkereste az Irzi Vádzét, ezt szerintem nyugodtan el lehet árulni. Köztük elvileg mi is megkerestük az Irzi Vádzét, nem egy rossz csatár. Tehát én gondolom, hogy azért több komolyabb csapatban tudna ő fotballozni Magyarországon, akár a Diósgyőr, akár a Videoton, akár Honvéd, ezek a csapatokban szerintem mindenhol komoly tényező lehetne, ez a Bruce csávó, jól játszik. Tehát ezt el kell ismerni, egy nagyon jó fotballista, és a mezőkövesden is látszott, amikor nem volt fönn a pályán, akkor a mezőkövesden nem volt támadó fotballja. Tehát én úgy gondolom, az egy nagyon támadó centrikus alakja tud lenni, egy vezér alakja tud lenni egy adott csapatnak, és nem tudom, hogy valaki hozzá kell szólni a mezőkövest, ez már nem, akkor igazából én amondó vagyok, hogy menjünk tovább, és ha jól számolom, elvileg az Alegerszeg fog következni, de javítsatok ki a tévedet, nem tudom. Puskás Akadémia. Ja, hát tényleg, hát elfelejtettem. A főnök csapata. A főnök, ne haragudj, bocsáss meg, a főnök csapata, elnézést. A felcsút jön, mehetünk az Alegerszegre. Hát a főnök csapata, én elfelejtettem, elnézést kérek ezúton, és akkor felcsút egy pár mondatban. A felcsút odaért a harmadik helyre, én ezt nem szeretném minősíteni, hogy ez jó vagy nem jó, mindenki döntse el magába, vagy elmondjátok ki a véleményeteket. Én diplomatikus leszek, ugye harmadik helyezett lett a felcsút, ugye a megye szomszédunk, így is mondhatnám, 52-41-es gólkülönbség, ugye ez plusz 11, 54 pont, és hát 33 mérkőzésen érték el ezt a fantasztikus teljesítményt. Lesznek távozók, majd felcsútról, erről mindjárt beszélünk részletesebben is, lesznek érkezők is, és hát a legeslegfontosabb, hogy beérett Hornyák Zsolt munkája végül is, mert ugye azért csak oda vezette a harmadik helyre ezt a felcsútot, még akkor is, hogyha a néha döcögött a szekér, de én mondtam, diplomatikusan fogok fogalmazni ezzel kapcsolatban, úgyhogy passzolom is tovább a labdát, Józsihoz fogom elsőként passzolni a labdát. Inkább hozzám passzolt, bár még Józsi összedje össze a gondolatait. Megondoltam magam, Józsi mondta, hogy ne. Úgyhogy az Oli Cicer van, úgyhogy neki le is indítom. Én szépen. Csak azt akarom mondani nektek, hogy azért rossz, hogy a felcsútról beszélgetünk most itt, mert így felemeljük a futballcsapatok közé. Tehát, hogy úgy beszélünk róla, mintha egy ugyanolyan futballcsapat lenne, mint a többi, pedig kurvára nem az. Úgyhogy én nem is akarok róluk többet beszélni. Hát évek óta mondogattuk már, bocs, csak egy gondolat, hogy előbb-utóbb a felcsút majd ott lesz a dobogón, és indul a nemzetközi kupába, és tényleg mindig
mindig elmondtuk, és utána mindig kicsit örültünk azért a lelkünk mélyén, hogy nem tudtak beleszólni a nagyok dolgába, de most eljött ez a pillanat, hogy tényleg meglett a dobogó, és tényleg ott vannak az Európa Ligában. Gyerekek, én azt kell, hogy mondjam, hogy amit már elmondtam ennek a szezonnak az elején, ez az én véleményem, ez nem biztos, hogy egyezik a többi stáb tagjával, barátaimével. A magyar labdarúgás rákfenéje a felcsút. Az esélyegyenlőség teljes pofán köpése az, hogy a felcsút a harmadik helyen tudott, egyáltalán az NB1-es csapatban tud lenni. Egy 1800 fős falunak semmi keresni való az NB1-ben, úgyhogy elmondom őszintén, az a legkevesebb, hogy ne beszéljünk róluk. Másik az, hogy a népbitorlás éregem. És semmi keresni valójuk az Európa Ligába. Hát az kész. Hát Magyarország szinten is szégyen volt, de most megmutatjuk a világnak, érted? De nem tudom, hogy olvastátok-e, Szőlősinek volt hogy ez mekkora nívós név Európában a Puskás, és hogy ennek most viszik a hírét. Úristen, és te egyszerűen, és gyerekek, ez a sportújságírói szövetségnek az elnöke. Ez úristen. Ez nem találok szavakat, hogy ez az ember ott tud lenni. Hogy egyáltalán, vagy menjünk tovább, mert megőrülök, baszni. Még gyorsan elmondok egy pár voltat erről a csapatról, ugye a felcsútról, mert azért megkívánja, mert értékelni kell, mert mégiscsak a bajnokságban részt vett. Hát most kinek milyen viszonyt és milyen szeretete van ez iránt, a klub iránt, az egy másik tényező. Igazából csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy debütált egy fiatal kapus. Ugye én szerintem ennek mindenképpen örülni kell, hogy egy fiatal kapus, a Tóth Balázs végül is be tudta magát verekedni a végén a kezdőbe, és az ő relatív jó teljesítménye kellett a kapuba ahhoz, hogy a felcsút a harmadik helyen tudjon végezni. Mielőtt Józsi agyvérzés kapok, mindjárt befejezem, 2 percet kérek tőle, Józsi, kérlek. Azért szeretnék kiemelni játékost, aki szerintem jól játszott a felcsútban. Én úgy gondolom, hogy a Knezevics nagyon jó futballista, ez abban a szezonban ez kijött. Azért ő nagyon sokat segített a felcsútnak, hogy el tudják érni a harmadik helyet. Akinek a játéka nekem személy szerint meg tetszett, az a Varacek. Ő is jól futballozott a felcsútban ebben a szezonban. Hát meg a Gyurcsó neki is, amikor relatív, ahogy ti mondtátok, sokszor volt kedve játszani, akkor azért nagyon nagy labdákat és nagyon nagy meglátásokat tudott eszközölni a csapatnál. De Gyurcsónak lejárt a szerződés, és nem fog felcsúton maradni, tehát ez már egy biztos hír, ő eligazol a felcsúti csapatból, és hát ugye Varácsek lett a házi gólkirály 11 góllal, és mellette Knezevics pedig 8 találattal lett a második, és hát Gyurcsó héttel meg a harmadik, és azért azt megnézik, ez a 3 játékos, 2 összehoztak 26 gólt, azért ez bármelyik NB1-es csapatban egy jó támadó trió lehet, mert úgy gondolom, ahogy szoktam, mint mindig, de tényleg így látom, hogy ők 3 kimagaslanak ebből a csapatból, és már csak 2 maradtak, meglátjuk a következő szezonra, de mivel gondolom, senki nem szeretne már ez a témához hozzászólni, úgyhogy azt mondom, menjünk Zalaegerszegre, az első személyesen érintett játékosunkhoz, kollégánkhoz, barátunkhoz, Krisztiánhoz. Krisztián, mit történt itt a végén? Márton Gabi olyan fotballt játszott az Zalaegerszegre, amit a Videótonnak kéne játszania, ugye? Sok erről hallottuk, és ez egy bentmaradást ért. Igen, hát egyik részről örülök, boldog vagyok, másrészt egy kicsit szomorú vagyok. Egyrészt azért, mert tudom, hogy ez a csapat a Videóton ellen játszott utoljára ebben a formában együtt, tehát ez a csapat a következő szezonban máshogy fog kinézni, de hát ilyen az élet, ez a foci, nem vagyunk Fradi és Vidi költségvetés, ez itt mindenkinek, akár itt a legesszeg szurkolóknak, bárkinek meg kell értenie, hogy azt hiszem, egy kirakat, most itt a szezon végére kirakat csapat lettünk, média is foglalkozó, rég volt ilyen médiája az Zalaegerszegnek, a foci csapatnak, rég volt ennyi kapós játékosunk, rég volt ilyen jó edzőnk Egerszegen, tehát most minden összeért, igen. A Márton Gabi érkezésével megváltozott ugye a játékunk, bár én a játékot Dobos Barnánál sem cittam soha, az a helyzet, nem lehetett rájuk haragudni ezekre a játékosokra, mert jó játszottak, az egész szezonban jó játszottak, kivétel az őszi vagy a téli szünet után visszajöttek, és volt 4 meccs, a Diósgyőr, Paks, Kisvárda, Honvéd meccs, amikor nem jött össze, nem jöttek a dolgok, akkor azután érkezett ugye Márton Gábor a csapathoz, és ugye az Újpest ellen debütált, ő egy győzelemmel, és tényleg egy sokkal jobb játékot játszottunk, ugye azért a télen
télen is, illetve a Márton Gáborral, amikor érkezett egy kis erősítettünk be, akkor érkezett Katanec, Bőle, akkor a Katalaris, akkor azért egy minőségi kezdő támadó alakzatunk, illetve a védelmünk is meglett. Szerintem az utolsó tizenhány meccset játszott itt, most nincs meg a Márton Gábor, mindjárt mondom, 13 meccse 25 pontot szerzett a Márton Gábor, és 64%-át szerezte meg a pontoknak, ez az NB1-ben a beugró edzők közül az egyik legjobb, tehát ez magáért beszélnél, csak az Újpesttől a Predrag Bogánnak lesz jobb a mutatója, tehát tényleg egy jó focit játszottunk, a csapat, a vezetőség, az edző mindent nagyon beletett, tehát nagyon jó összeszokott gárda lett a végére, sikerült, a pontok is jöttek, én nagyon örülök, mert tényleg egy jó focit játszottunk a végére, sikerültek, bementek a helyzetet, amit össze nem, és most az átalakulásban vagyunk, azért elég sok mindent hallottunk, lehet, hogy az edző sem marad, játékosok jönnek, mennek. Én várom a következő szezont, már biztos jó keretünk lesz, Salló István erre garancia, azt gondolom, NB1-esek maradtunk 100 évesen, ugye azért ez mindenkinek nem jött össze, szomszédvárunk Szombathelyre gondolok esetleg, de szerintem minden adott a jó jövőhöz itt Hegerszegen. Azért odaszúrtál a haladásnak egy idő a végén, egy kicsit a rivalizálás véget. Viszont engedjétek meg, hogy bemutassam Csibut is, aki megérkezett. Szia Csibu, nem tudom, hallasz-e minket, itt vagy-e, minden rendben van. Minden faszal, hajráloki. Szupi, úgyhogy megjött Csibu is, és akkor én az Alegerszegnél gyorsan mondani két pontot, és talán fogom is tovább passzolni majd a labdát a következő jelentkezőnek. Én azt szeretném az Alegerszegre kiemelni, hogy Demjén Patrik számomra egy nagyon pozitív csalódás volt a kapuban, nagyon jól védett. Tényleg látszik, hogy a magyar kapus sok még mindig tehetségesek, a fiataloknál látszik azt, hogy van jövő. Én úgy gondolom, hogy a Demjén Patriknak hosszú távon nem Magyarországban kell gondolkodni, a képességei adottak hozzá, úgyhogy mindenképpen kívánom neki, hogy előbb-utóbb sikerüljön előrelépni. Hát a Bobátások is azért megérkeztek a végére. Bobá Gergely, ugye jól emlékszem, a támadó, ő azért nagyon hozzátette a magáit itt a végén. Megoldott egy pár olyan szituációt, és szerzett egy pár olyan gólt, aminélkül itt azért melegbe lett volna az Alegerszeg. Én gondolom, hogy Márton Gábor jó választás volt a bemaradás szempontszögéből, de hát ugye, ahogy a riporter mondta, egy értelmetlen kérdés számomra, hogy a teljes ütemény ült volna a padon, vagy te akkor is bemaradtak, ilyen hülye kérdést. Mindegy, szóval nem is értem. De itt nagyon nagy a félreértés, mert ugye ez a Fociológia című könyvből emelte ki Salló István, ahol leírták azt, hogy egy edzőváltás után mindig pozitív fellendülés jön, ezáltal tehát egy teasütemény is leülhetne a kispadra, mert akkor is változás lenne. Miközben a riportban Salló István végig dicsérte, hogy jó választás volt a Márton Gábor, azóta viszont minden médiumban ez a teasütemény dolog jön elő, miközben... Nagyon hülyem a kommunikálva, igen. Igen, miközben egy teljesen értelmes riport volt, ahol a lényeg el lett mondva, és ezt veszik elő, miközben egy Fociológia című nagyon jó tanulmányban le van írva minden ezzel kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek, és egyébként számomra, ami nagyon fura, hogy ugye itt most kiderült az, hogy a Márton Gábornak lejárt a szerződése. Ezt most ugye ezt el kell mondani, június 30-a lejárt a szerződése. Több csapat is megkereste, köztük a Videóton is, ezt úgyhogy a Videóton szurkoló barátaim, haverjaim, ismerőseim, ezt el kell fogadni, megkereste a klub. Szerintem ez nem szégyen, megkeresünk egy edzőt, és magyar, azt akkor mi van. Én nem értek azzal egyet, hogy nem értek semmiféle eredményt. Igenis eredmény volt az, hogy az Alegerszeget be tudta tartani, mikor átvette. Itt égett a ház elég keményen, mégis meg tudta oldani. Meglátjuk, hogy ő lesz a választás. Én úgy hallottam, hogy holnap estig ki fog derülni, hogy a Fehérvárhoz aláír-e vagy sem. Ha viszont aláír, akkor föl fog vetődni majd egy kérdés, erről a Videótonnál beszélünk, hogy Kárióval mi lesz. Viszont visszatér az Alegerszegre. Bolla szerintem fantasztikus teljesítményt nyújtott, amivel az év felfedezett a díjat be is zsebelte. Szerintem teljesen megérdemelten, és a jövő Videótonjában ő alapember lesz. Tehát szerintem ezt te is tudod, Krisz, hogy ő a jövőben nem nálatok fog már fotballozni. Persze, ez egyértelmű. Fehérvárra ő ezzel beváltotta a bérletét a következő szezonra. Tovább megyek,
Tamás Krisztiánt, mert ugye említettük, hogy távozik. Ugye Mitrovic Újpestre igazolt. Én úgy érzem, hogy Salesznek nagyon kemény munkája lesz a nyáron. Nem tudom, hogy látod? Hát nagyon kemény munkája lesz, mert nehéz a játékosokat megtartani, mert ahogy mondtam, kapósak lettek, mert olyan játékosokat vettünk elő, akiket korábban lebecsültek, lásd a Bobál testvérek, Bőle, Barci, Radó, olyanokban bíztunk, akiket leírtak korábban, fiatalokat, Bollát, ugye kiemeltük a videótomból, Demién Patrikot, olyan edzőt választottunk, aki nem volt, de a Salesz ugye több edzőt is felfelezett, illetve így Dobos Barnának is lehetőséget adott a Márton Gábornak, és így nehéz, hogyha ha nálunk jobb anyagi lehetőségeket kapunk rendelkező klubok, megkeresik ezeket a játékosokat, mert ugye nálunk nem az élete szerződésüket írják alá a játékosok, ahogy Salesz is nyilatkozta. Itt nálunk azért jönnek játékosok, azért szeretnek, mert jó közeg van, a szurkolók szeretik a játékosokat, tök mindegy, hogy magyar vagy külföldi, és nálunk fejlődhet, mert bizalmat kapott. És szerintem a Bolla akkor lesz igazán jó magyar focista, nálatok lehetőséget kap, és én kívánom neki, hogy a következő szezonban a jobb hátvéd poszton ő legyen a kezdő. Én is remélem, hogy ő lesz a kezdő. Nem lenne probléma egyébként, hogyha tudna ő lenni a kezdő nálunk, hogy Bolla, én tudom szükséges elnézni, mert tényleg jó a játéka. Nem szabad elmenni azért a Radó András mellett sem, aki pedig a Gólkirály színben csak vette be, 13 találattal. Azért szerintem ez itt a tavasz folyamán, itt azért kellett egy pár gólval neki, hogy ez megtessen ez a cím. Nem tudom, ezt ebben hogy látod esetben? Mint a Radó nagyon jól játszott, annak ellen, főleg úgy, hogy ő nem csak támadó, vagy na, ő baloldalról indul, nem egy center pozícióba játszó játékos, tehát azért tőle ez a 13, ez bal szélső, baloldalról induló támadóként szerintem egész jó. Hát ennyivel gólkirálynak lehetett lenni, hát most minden kárhúgónak üzenem, többet kellett volna akkor ennél rúgni. Tehát ez nem a Radó András érdemeiből semmit nem volna, behúzta a Babati Benjamin az év góljának járó díjat is, tehát elég sok díjat behúztunk mi. Még a kérdésedre, ugye azért a Salesz már nekiállt az igazolásoknak, ugye a legfrissebb hír, hogy Tajti Mátyás is aláírt, ő ugye Nikola Mitrovic pozíciójába érkezik, védekező középpel, mondtam már, múltkor Szánkovics érkezett. Tajtival vigyázzatok, mert főleg az Oli tudna nyilatkozni Diós Györből. Egy jó grimaszt is vágott mellé. Hát én tudnék nyilatkozni, de hát hiába nyomom a kurva számokat a cseten, rohadtul nem tudok nyilatkozni, azért vágom az arcokat. De egyébként igen, szeretnék gratulálni hozzá, hogy leigazoltátok, biztos nagyon sok örömet fog majd okozni nektek, de ez úgy lenne teljes, hogyha az apja is oda menne valami funkcióba. Hát akkor Salesz, akkor vigyázz magadra, mert akkor ez lehet a te pozíciót veszi. Akkor Zalaegerszegen tényleg elindul minden lefelé szerintem. Meg kell adni. Nálunk olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik rég leírtak, tehát most akkor elég sok játékost elővehetnék, aki nem bizonyított. Lehetőséget kap, meg újra kezdhet itt Magyarországon. Én megadom neki teljes mértékben a lehetőséget, azt meglátjuk. Inkább csak a fater, gyerekek. Az egy komoly szakember. Lengyelországban is megadták neki a lehetőséget, mennyit játszott? 77 percet. Erre mondják azt, hogy van, hogy megmérettél és könnyű megtaláltattál. Hát figyelj, ez a Lubin, Zaglevie Lubin nevű csapat, neki erős volt. Ezt hozzá kell tenni, ez a Lubin egyébként majdnem kiesett a lengyel extraklasszából, de aki ennyire jó, az nem fér be oda. Tehát azért nem biztos Lengyelországban, Magyarországra, hogy megtanuljon magyarul. Tehát mindegy. Én úgy gondolom, ahogy szoktam mindig ezzel a váltással élni, hogyha valakinek van még hozzászólni valója, akkor átadnám neki a szót. Ha nincsen még Kriszhez, akkor van két kérdésem. Egyik, hogy Demének tényleg lejárja a szerződésem, ezt kérdezik cseten. És mi lesz a Stieberre? Nem, de mint Patrikkal érvényre szerződésünk van. Ő biztos nem megy el a nyáron. Ő azt gondolom neki a legideálisabb az lenne, ha utánunk egyből külföldre igazolna, mert ő a jövő válogatott. Stieber Zoltánnak lejárt tényleg a szerződése. Remélem, hogy marad, mert fontos. A Debrecen meccsen, amikor újraindult a szezon vég, vagy a félbeszakítás előtti meccsen, azt a Stieber Zoltán lehetett játszani, lehetett a pályán látni, amiért őt leigazoltuk, tehát ő neki kellett azért az akklimatizáció, azért
Amerikában már az utolsó időszakban annyit nem játszott. Én nagyon szeretném, hogy maradjon, igen, mert ő egy vezéregyéniség lehet a következő szezonban. Rendben. És akkor eljött az idő, irány, Miskolc, Borsodabaj, Zemplén megye, legszebb városa. Ugye? Mert ez Miskolc. Hogy van, Zoli? Mesélj. Mi újság van Miskolca? Mi a terv? Mi az, a világ legszebb városa, vagy a világ legszebb városa, ne álljunk meg itt ennél a címnél. Bár a lokisták biztos vitatkoznának olyan, mert én tudom, hogy szerintük Debrecen a legszebb város, vagyis a debreceniek szerint, de nem számít. Itt az a terv, hogy mi fogunk futballozni az NB1-ben a következő szezonban is, és ezt játékosokkal próbáljuk megvalósítani majd. Lesz a stábban edző is, erőléti edző, pályaedző, és hát profik vagyunk, a következő meccsre fogunk mindig majd koncentrálni, előre akarunk lépni, hátra nem akarunk lépni, és minden posztra lesz két ugyanolyan játékos, és szerintem minden közhelyet elmondtam, amit ilyenkor el szoktak mondani. Előrelépést ígértek nekünk, előre léptünk, mert nem estünk ki. Ez tényleg előrelépés volt, de azért sikerült 9. helyre becsúsztunk az asztal alá. Senki nem tudja, hogy ez miért történt, de nagyon fasz a cikkeket írkáltak ilyet, hogy mi kihívtuk a játékosokat megalázni, meg minden, ilyen mindenféle balfaszok a 444-en, meg mindenféle helyeken olvastam ilyeneket. Gyerekek, lesz a következő szezon, a stábnak azt üzenem, hogy lehet igazolni, lehet megmutatni, hogy tényleg előre akarunk lépni. A játékosoknak azt üzenem, hogy lehet úgy játszani, hogy Diós Györgyben mi elvárjuk, meg lehet mutatni a pályán. Mi a lelátón készek vagyunk, mi szerintem NB1-es szinten vagyunk, mindenki más meg kösse fel a gatyáját, hogy felérjen hozzánk, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek. És még egy apróságot, egy nagyon pici apróságot szeretnék üzenni a vezetőségnek, hogy mielőtt Debrecenből akarnánk hozni bármilyen játékost, kérdezzük már meg Vitelkit, hogy mi a véleménye róla. Én csak ezt így széljegyzetként. Milyen játékost akartok ti innen venni? Hát, mit hallottál? Azt hallottam, hogy egy olyan játékost akarunk elhozni, aki egy egyeneset nem tud rúgni a labdába. De várjál, ebből volt több. Boba Tünde. Nem. Hát ők Fehérvárra kóstatálják, barátom. Nem, úgyhogy én csak a Haruna Garbáról beszél a fiatal ember. Hát nem tudod. Igen, a Garba, tehát ő nekünk nem nagyon kéne, de állítólag kölcsön akarjuk hozni, de nem baj. Úgyhogy én azt ajánlanám, hogy meg kell kérdezni Vitelkit, nem olyan nagy dolog, meg tudom adni a számát, hívják fel, hogy mi a véleménye róla, ő meg majd elmondja szerintem, hogy inkább ne áldozzunk erre semmilyen pénzt. Úgyhogy bizakodó vagyok, várom egy kicsit a szünetet, hogy kipihenjük magunkat, és aztán meg majd meglátjuk, hogy tényleg lesz előrelépés, mert ha most se lesz ebbe az évben, se lesz előrelépés, akkor itt a szúrkók már nagyon-nagyon el fog szakadni a célra szerintem. Úgyhogy mondom, Józsi, ennyi. Józsi mondta, hogy a Kis Tamás távozik tőletek. Ki jön a helyére, Zoli? Hát Krozov. Jó, és ezen kívül vannak még a játékosok, most a Garbán kívül, aki érkeztek. Hát az Ádám jön állítólag hozzánk, a Grozov jön, a Hegedű is a Felcsútból, akiről azt mondták, hogy szét van csattanva, mert hogy nem edzett ugye ott a Felcsútnál, az Instára felrakott egy olyan képet, hogy ki van gyúrva, mint a kilós kenyér, tehát valószínűleg formában van. Szóval van ez a két mezőkövesdi srác, akit már itt írta, Vajda, vagy kicsoda az egyik. Szeles Tamás, meg Vajda Sándor. Szeles, meg Vajda, én nem tudom, hogy ők milyen játékosok, meg azt se tudom, hogy fognak érkezni. Aztán ugye ezt hallottam, hogy a Garbát kölcsön akarjuk hozni. Nem tudom, Balbeket még mindig jó lenne, hogyha igazolnánk, mert jó lenne, ha legalább egy lenne a keretbe. Nem tudom, tudom, hogy úri huncutság, tehát, hogy itt azért kurva messze vagyunk mi attól, hogy egy posztra két azonos minőségű játékos legyen, de hát nagyon-nagyon szép dolog ezt elmondani. De megnyugtatok mindenkit, most már van rally szakosztályunk is, rally cross szakosztályunk is. Oda viszont magyar bajnokokat igazoltunk, úgyhogy a rally az azért itt Borsodban, meg Szabolcsban elég nagy népszerűségnek örvend. A rally cross, ugye? Vagy a rally cross is, úgyhogy lehet lesz majd menni versenyekre, lehet Diósgyőrnek szorítani, úgyhogy Hadik Bandi egyébként általános iskolai osztálytársam, ő egy nagyon-nagyon jó pilóta, úgyhogy én nem is akarom a szót szaporítani, mehetünk tovább.
Én még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni a Diózsóra. Nem akarjuk a szót szaporítani. Köszönöm. Kösz, Zoli. Én nem akartam hozzáfűzni, hogy én úgy hallottam, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de hogy elvileg a futáccsal lehet, hogy lesznek tárgyalások, vagy már vannak. És egy utolsó kérdést akartam megkérdezni Zolit, és tehát tényleg vagyunk a Diózsőről tovább. Mikor kezdődik az alapozás, látom, Zoli, mit tudsz? Hát, mi tegnap alapoztunk a srácokkal keményen, úgyhogy végül is már elkezdődött. A csapatnak azt hiszem 2 hét pihenője van. Úgyhogy is hát akkor jövő héten hétfőn indul a munkanálunk. Rendben. Szuper. Hát akkor elérkeztünk a szomorú apropóhoz. Debrecen. Hát 27 év után búcsú. 7 bajnoki cím, 5 kupagyőzelem, Európa Liga és bajnoki csoport. 6 kupagyőzelem, bocsánat, kérdezem. Bocsáss meg, én kérek elnézést, akkor 6 kupa győzelem. Ezt már kívülről tudom, mert az összes szurkoló Jankét így kezdődött, hogy Szima Gábor ezt elsorolta. Ugye, végül is kiesés a végén, egy gyenge játékos kerettel, gyenge minőségű kerettel, úgyhogy a harmadik legjobb csapat volt hazai pályán a Debrecen. Igazából az idegenbeli mutató volt az, ami nagyon gyenge volt. És hát a legfontosabb, hogy a végén végül is megtörtént a változás, amit már régóta konstatáltunk és vártunk is, szerintem valamennyien mondhatom ezt egyöntetű véleményként. A megtisztulás, amit én mondtam és kértem, és reméltem, hogy megérkezik, megérkezett. Balázs! Mindjárt itt ez Csibu is, csak szerintem még pakolászik, mert most ért haza. Hát addig is egy tévhitet hagy oszlassak már el, mert itt mindenféle ilyen összeesküvés elméleteket olvastam, hogy miért nem voltunk mi most az elmúlt 2 hét, vagy 2 adásban, hogy nem adjuk az arcunkat a kieséshez, meg szégyenünk be, elbújdosunk. Szó nincs erről, srácok. Akit érdekel, lokomotivblog.hu-n van egy közleményünk, hogy mi volt ennek az oka. Ezzel mi már nem is szeretnénk foglalkozni többet. Úgyhogy itt vagyunk, természetesen nem bújdosunk el, és vállaljuk az arcunkat. Beszéljünk akkor erről a szezonról. Igazából itt nagyon arról volt már szó a tavasz vége felé, hogy ki kell esnünk, vagy nem kell kiesnünk, megéri-e kiesnünk, lesz olyan változás, ami miatt megéri kiesni, és ezen ment nagyon a vita köztünk, szerkesztők között is, hogy akkor most mi lenne a jó. Nyilván az lett volna a legoptimálisabb, ha benn maradunk, és akkor jön a változás, ami eljött, de nem biztos, hogy akkor lett volna tulajdonosváltás, meg nem biztos, hogy megtörténtek volna olyan egyéb változások még egyébként a klubon belül, amikről most így nagyon hallunk ilyen olyan helyről infókat. Úgyhogy tényleg elmondhatom, hogy elindultunk a megtisztulás útján, és nagyon sok olyan személytől szépen sorban elköszönünk, akik eddig hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem feltétlenül a legjobbakat nyújtották az adott pozícióban. Úgyhogy tényleg örömteli fejlemények voltak ezek itt a hét közepén. Igazából minket ez nagyon meglepett, tehát nem számítottunk rá, főleg a Szima interjú fényében. Volt ott ugye egy naplós interjú hétfőn, aztán még aznap este egy nemzeti sport interjú, és ezekben nagyon az sugallta, hogy ő itt marad, és csinálja, és vissza akar jutni, és hogy elvárja a játékosoktól, hogy betyárbecsületből itt maradjanak, és kiharcolják a feljutást. Hát mi ezek után eléggé letargikus állapotban voltunk, és én szerintem nem titok, elmondhatjuk, Csibu, hogy szerdán ugye nekünk délre be volt ütemezve egy közleményünk, amiben bejelentettük volna, hogy amíg Szima Gábor itt van, addig mi nem asszisztálunk ez a rendszerhez, és nem blogoltunk volna, nem jöttünk volna semleges térfélbe, hanem csendbe elbújtunk volna a szobába, és sírtunk volna a szégyenünkben, hogy ilyen megtörténhet. És szerda 11 óra pár perckor láttuk a bejelentést, hogy lesz egy sajtótájékoztató a polgármesterünk által, Paplászló által, és akkor meggondolkodtunk, hogy hoppá, itt lehet, hogy lesz valami, várjunk azzal a közleménnyel, és milyen jó, hogy vártunk, és bejelentették ugye, hogy tulajváltás, úgyhogy végülis át kellett fogalmaznunk azt a közleményt, amiben igazából azt jelentettük be, hogy nem hagyjuk abba, csak egy kicsit mi is megújulunk és új stílust veszünk fel. Ugyanúgy, ahogy a klub is a megújulás útjára lépett, úgyhogy reméljük, hogy tényleg itt most már lezártunk egy nagyon szép korszakot, aminek a vége nem volt annyira szép, és most nyitunk egy új fejezetet, egy évet valahogy, remélhetőleg egy évet valahogy kibírunk az NB2-be, és muszáj azonnal visszajutni, és akkor lehet kezdeni újraépíteni azt, ami
ami igazából 2014 óta nagyon nagy lejtmenetben volt. Csibu, nem tudom, mit tennél ehhez hozzá. Az elég csendes, nem hallottam, nem tudtam bennlenni. Nemrég értem haza Felvidékről, mindenkinek javaslom, hogy utazzatok határon túlra is egykori magyar területekre, vagy jelenkori magyar területekre, és nézzétek meg a tájakat, mert egyszerűen csodálatos dolgokat lát az ember. Én egyébként ma a Királyhegyre mentem fel 2000 méter magasra az Alacsony Tártrába. Azért is vagyok lefőve még, meg hazaértem, még nem voltam zuhanyozni, sem meg semmi, egyből estem be hozzátok. DVSC. Szerintem mindenképp érdemes lezárni ezt a mit mögöttünk van ez az egy év. Én nagyon szomorú vagyok, és nem titok, hogy én egy picit azért el is pityeredtem abban a pillanatban, amikor biztossá vált az, hogy kiesünk. Tehát most függetlenül mindentől, hogy mi történt és hogy történt. Az is szerintem egy fontos dolog, bár nyilván ez szubjektív és személyes, hogy valahol azért mélyen legbelül igazságosnak éreztem azt, hogy ez a pillanat eljött. Mert nagyon-nagyon sok olyan történet volt, nagyon sok olyan esemény volt a klubnál az elmúlt időszakban, ami miatt azt éreztem, hogy megérdemeljük mindannyian. Mi is a Loki blognál, a szurkolók is, a klubvezetők, a kisebbségi, többségi tulajdonosok, a játékosok, tehát valahogy úgy mindenki, az egész közeg, a város, mindenki, akár részt vett benne, akár nem, valahogy ez most így eljött, egy korszak lezárult, nagyon-nagyon szomorú voltam miatta. Ami viszont azután történt, ahogy Balázs is említette, tényleg ez a keddi szerdai esemény sorozat, ez derültékből a villámcsapás. Én meg is kértem, hogy azt a közleményt, amit kitettünk van a szerdán, azt mentsük már el, aztán majd lehet, hogy egyszer visszaolvassuk, hogy mit is írtunk meg, hogy tényleg az volt abban a lényeg, hogy amíg Szima Gábor itt van, addig nem térünk vissza. És akkor erre jött rögtön. Én először azt hittem, hogy délben majd paplaci azt jelenti be, hogy kiteszünk egy közleményt, és megszűnik a Lokomotív blog, de nyilván nem erről volt szó. Úgyhogy most egy új korszak. Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, hogy egy teljesen új korszak jön. És nagyon-nagyon rég volt, hogy ennyire vártam volna egy idényt és egy új korszakot is. És nagyon-nagyon optimista vagyok a felől, hogy mi történhet, viszont nem szabad naívnak sem lenni, tehát továbbra is, amit eddig mondtunk, hogy ne legyünk naívak attól, hogy történnek jó dolgok. Egyetlen egy szó van, ami leírja jelenleg a debreceni helyzetet, ez pedig az, hogy egy óriási lehetőség előtt állunk. És ez nem jelenti azt, hogy azt még ki is használja a csapat, ki is használják, akik ott vannak, de a lehetőség adott, és ezért imádkoztunk meg, ezért bíztunk is. És hogyha előzetesen gondolkoztunk azon, hogy esetleg kiesik a Loki, az egyetlen egy pozitív hozadéka az volt mindig a gondolatainak, hogy talán akkor történik valami jelentős változás, és ez megtörtént. És nagyon-nagyon gyorsan, már túl gyorsan, és valaki itt írta, hogy azért az, hogy 10 perc alatt megállapodnak róla, meg az, hogy már egyből megvannak a személyek, megvannak a támogatók, tehát hogy ez kicsit azért azt feltételezi, hogy előre készült arra hát az önkormányzat, hogyha kiesünk, akkor legyen egy B-terv. Biztos, hogy volt egy A-terv és egy B-terv, igen, és lehet, hogyha ha nem estünk volna ki, akkor az A-terv az nem biztos, hogy olyan könnyen végbe mehetett volna. Igen, tehát hogy ez nyilván sok szempontból fájdalmas, ami történt. Nagyon sokáig fogjuk emészteni, és szerintem ugyanúgy, mint például a Bata elleni meccset 2014-ből, ezt is a legrosszabb pillanatok közé tesszük, ami történt az, hogy a Paks ellen nem sikerült mondjuk az egyik kapufát belőni, de talán most minden a helyére kerülhet minden szempontból. A játékosok is, például ma olvastam Kusnyir Eriktől egy nyilatkozatot, hogy itt szeretne maradni, ez nagyon-nagyon pozitív, hogy ilyen szempontból is a lokál patriotizmus az erősödik, és úgy tudom más játékosoktól is, fontos kulcs szereplő játékosoktól is, hogy maradni akarnak, és tenni akarnak a csapatért, és ez független attól, hogy mi volt a múltban, ez nagyon-nagyon jó jövőképet adhat. Nagyon sok személyváltozás lesz a klubon belül alkalmazottakat tekintve, van, aki marad, van, aki megy. Ez mind olyan dolog, ami nyilván mindig benne van az is, hogy rosszabb jön, vagy nem az jön, amire számítottunk, de egy óriási nagy, egy kibaszott nagy lehetőség, ami most itt van, és én azért nagyon-nagyon bízom ebben a következő egy-két hónapban, hogy az látszódik majd, hogy ezt meg is akarjuk ragadni. Lehet, hogy nem sikerül, de hogyha már meg akarjuk ragadni, az már egy nagyon nagy előrelépés lesz. Én azt gondolom, ahogy amikor, nem tudom, emlékeztek, amikor Vitelki Zoltánt kinevezték, akkor is azt mondtuk, hogy meg kell várni az első 4-5 meccset,
utána majd beszélünk róla. Vagy annak idején volt, hogy a Szima Gábornak is ilyenje, hogy hát a bajnokságnak az első 10 fordulóját meg kell várni azzal, hogy értékeljünk. Ami egy, akkor egyébként egy időhúzás volt a részéről, de azt gondolom most, ami számottevő időszak lesz, az az egész augusztus hónap. Tehát, hogy akkor eldőlhet nagyon sok minden. Egyrészt ugye augusztus végéig, nem tudom, meddig tart az átigazolási szezon, ugyanúgy szeptember első hetéig. Most ez ki lesz tolva októberig. Október elejéig, igen. Hát ugye, mert valahol például Olaszországban augusztus elején lesz még a bajnokságnak, spanyoloknál is, ezek nyilván befolyásoló tényezők lesznek. Viszont így, ugye most, hogy kiestetek, én olvastam egy olyan cikket, hogy a Deac Davaris szeretne háttérben maradni az EVSZ cél mögött, hogy nem tudom, ez mennyire igaz az a cikk, illetve ti hogy érzitek most a városban, ugye ti ott a Debrecenben, hogy érzitek azt, hogy van egy összefogás a Loki mögött? Tehát lehet most egy olyan társadalmi összefogás Debrecen és környékén, hogy mindenki beáll a Loki mögé, és akkor együtt segítsük a csapatot, hogy sikerüljön visszajutni az NBA-be? Majd mindjárt erre is válaszol, hogy fejezem már be az előző gondolatot, tehát hogy most jön egy átigazolási időszak, akkor nem csak az augusztus, hanem azt mondom, hogy még a szeptember is. Tehát ez a két hónap, ami számottevő lehet, hiszen ne felejtsük el, hogy lehet olyan, hogy akkor a játékosunk itt marad mondjuk szeptember közepéig, és akkor igazol el egy másik csapathoz. Hogy ez is benne lehet bármikor a pakliban. Illetve addigra már csak önmagában augusztusban, nem tudom, tudjátok, hogy hány forduló lesz az NB2-ben. Csak augusztusban. 7 forduló. Rögtön az első. Három hétközi forduló lesz. Ugye 3 szerda, ha jól emlékszem. Hát egy hét alatt rögtön lemegy 3 forduló, mert úgy kezdődik a szezon, vasárnap, szerda, vasárnap, és egyébként igen, augusztusban szerda. Lemegy 7 forduló. Tehát ezért most mondom, hogy itt az augusztus-szeptember az, ami... Tehát az augusztus az abból a szempontból, hogy tényleg mennyire vannak olyan álmaink, gondolataink, hogy egyből visszajutás, és ez a pályán is látszódjon. Szeptember pedig abból a szempontból, hogy ténylegesen ki az, aki marad is, nem csak egy-két hónapig, mert azért voltak itt korábban olyan játékosok, akik mondjuk augusztus közepéig még itt voltak, és akkor igazoltak el. Úgyhogy ez a két hónap, ez jelentős lesz. Nagyon nagy lehetőség előtt áll a DVSC, nagyon-nagyon szurkolok, és tényleg nagyon-nagyon pozitív várakozásaim vannak, és remélem, hogy összejön ez a... Ez, én azt gondolom, hogy hihetetlen dolog lenne, hogyha egyből visszajutnánk, de én remélem, hogy összejön, nagyon-nagyon remélem. És akkor visszaadom a szót, Norbi. Bocsi. Én megadom is tovább Józsinak, mert már régóta jelentkezett, hogy szeretne szólni, és segítségre belefolytottam a szót. Nem folytottam, én hallgattam a srácokat, és nagyon remélem, hogy nem fognak rám megharagodni, amit mondok. Én szerintem nem fogtok visszajutni, nem a következőbe, hanem az azután. Nem haragszunk meg, mert visszajutunk, tehát. Ja. Én ezt szinte 100%-ra veszem, hogy nem fogtok. Akkor jó, tegyük fel, hogy egyben marad a keret. Akkor is azt mondanád? Akkor is. Bódi is marad, Varga is marad. Akkor is azt. De nem vagyok ellen Drucker. Én azt mondom, hogy azért nem, mert jelen pillanatban nincs egy koncepció, nincs kész koncepció, hogy mi alapján akarja magát a Debrecen felépíteni. Ezt nem is tudhatod, hogy mi a koncepció, ami alapján akarnak dolgozni. Hát hogyha ezek az emberek maradnak a klubnál, mint a Tőzsér Dániel, a Róka, meg a többiek, akkor nincsen koncepció Debrecenben. Ha a Kondás elemér marad, akkor nincsen koncepció Debrecenben. Már pedig ő marad, tehát ez 99. Tehát ez akkor lett volna igazán megújulás, és mondom még egyszer, nem vagyok ellendrukker, mert a Debrecennek az első osztályban a helye. Ezt már most mondom mindenkinek. Csak addig nem lesz megtisztulás, amíg ezek az emberek ugyanott vannak. Nincsenek tisztában, de nincsenek letisztázva a tulajdonosi viszonyok. Egyáltalán nincsen, mert pont a Kósának néztem a nyilatkozatát, nem mondok inkább semmit. Tehát nincs semmi, egy full anarchia az egész jelen pillanatban, és azt látom, hogy nem a következő szezonban, hanem utána sem fogtok visszajutni. Én tudok egy-két belső információt, amit nem szeretnék megosztani. Egyrészt azért, mert lehet, hogy nem is úgy lesz a végén, másrészt meg még tényleg nem lett így bejelentve. A háttérben nagyon-nagyon dolgoznak ezeken a dolgokon. Tehát, hogy én azt látom, hogy van egy tudatos dolog a mögött, hogy itt mit akarnak csinálni, kikkel akarják csinálni, és az sem működik, hogyha furra mindenkit 100%-osan elküldenek. Nincs rá idő, tehát hogy egy hónap múlva már éppen ez az. Mutass egy olyan embert, aki Róka Géza helyére tudna lépni. Éppen ezért mondom azt, hogy a megtisztulás csak úgy lehetne, ha ők nem lennének, de jelen pillanatban nincs helyette más, aki ráadásul nektek olyan ember kéne, sőt minden klubhoz olyan ember kéne, aki át is érzi, hogy Magyarország egyik legsikeresebb klubjában dolgozik.
helyi kötődésük kellene, szakember kellene, és úgy, hogy egy identitás helyre kell rázni. Mindenkivel tudatosítani kell, hogy ez a Debrecen nem lehet játszani, mint az előző tulajdonos, tehát ellébe szóltak emberek. Ezért mondom azt, hogy biztos vannak belső információk, és én nagyon örülnék neki, ha visszajutnátok elsőként. Nem vagyok ellen Drucker. Ez most csak az én véleményem, hogy ami, mint egy egyszerű, külső szempontból néző szurkoló, azt mondom, hogy nem látom biztosítva azt, se szakmai, se pénzügyi, se semmilyen szempontból, hogy visszajussatok. Én azt látom egyébként nálatok, pontosan, mint a Halinál. Egy az egyben ugyanazt. Én teljesen más látok. Nálam egyáltalán semmiféle hasonlóság nincs a kettő között, de elfogadom, hogy ez a véleményed. Azért a haladásra, hogy kiesett, ott nem tudták egyben tartani a keretet, igen. Meg azért ott tudjuk, hogy milyen háttérbeli viszont harcok mennek. És itt Debrecenben erről szerencsére nincs szó. Tehát Norbi említette itt a Deacot, ugye az egyetemnek a kancellárja Bács Zoltán, aki egyébként egy óriási Loki szurkoló már több évtizede, ő nyilatkozta, hogy a kiesésünk után azon is elgondolkodtak a Deacnál, hogy nem indulnak el az NB2-ben, mert egyszerűen nem akarnak úgymond útban lenni a Lokinak, tehát úgy akarták volna ezt megalkotni, hogy NB1 DVSC, NB2 Deac, NB3 DVSC tartalék. Tehát így lett volna egy ilyen lépcsőzetes rendszer a fiatalok számára. Ez ugye most így nem tud létrejönni, mert hiába jutott fel a Deac, mi meg kiestünk. Úgyhogy a két klub próbál együttműködni. Most is a hírek szerint azért lesz pár játékos, akik kölcsönbe mennek oda tőlünk, illetve akik ott voltak kölcsönbe és erősítést jelentetnek a DVS-nek. Ugye itt Bárány Donátra gondolok, aki az NB3-as szezon gólkirálya volt 20 nem tudom hány góllal. Ugye Zsóri korosztálya is egyformán óriási mennyiségben termelték a gólokat a megye egyben, csak ugye Zsóri kapott lehetőséget, és ő rögtön ollózott egy gólt az első meccsin, így ő lett, aki hamarabb befutott. Bárány is egyébként egy hasonló a nagy tehetségű játékos, úgyhogy benne azért bízunk. Ott van például Kóródi Nándor, Szegeden volt húzó ember, ő is visszajön. Vagy van még ugye a Kaposváron játszó Pintér Ádám, aki most kapott egy fél éves lehetőséget az emberben, vagy Bévárdi Zsombor, aki szintén itt azért rugdosott pár gólt a vége felé, szóval vissza tudunk hozni ilyen embereket, és a hírek szerint egybe tudjuk tartani a keretet, ami nagyon fontos, és nyilván a légiósoktól el kell köszönnünk, bár van, akit a szabályok miatt mégis lehet, hogy tudunk majd alkalmazni, ugye itt a honosítási kérdést figyelembe véve, de a légiósokkal is a hírek szerint nem szerződést bontunk, hanem hosszabbítunk, és kölcsön adjuk őket. Ez fontos, ezt pont erről beszéltünk a napokban, hogy szerintem ez egy kulcsmomentum a részünkről, hogy ne herdáljuk el az értékeinket, hanem ameddig lehet, addig tartsuk ki. És nyilván, ha nem tudjuk őket játszatni, akkor adjuk kölcsön, és ha rögtön visszajutunk, akkor itt vannak ismét kéznél, vagy lehet őket értékesíteni. Szóval ez egy jó lépés volt. Eleinte én is tartottam attól, hogy mi lesz itt, hogyha nagyon szétszéled a keret, akkor biztos voltam benne, hogy itt nem lesz rögtön visszajutás. Viszont szerintem ez a debreceni keret, ami egyébként az NB1-ben nem volt egy ütős, de szerintem az NB2-ben még így is kimagaslik. Ezért ebből is látszik, hogy mekkora szakadék van a két osztály között. Én a Vasason kívül jelenleg nem látok olyan NB2-es klubot, amelyik hasonló minőségű kerettel rendelkezni, és vérmesen komoly reményei lehetnének a fejtásra. Azért ott ez a vírus eléggé megvágt szerintem az NB2-es klubok zömét. Ugye Etónál is voltak komoly gondok, Siófokon lehetett hallani, úgyhogy olyan nagyon sokan szerintem nem tudnak most reálisan pályázni a feljutásra, a Vasas leszámítva, és én bízom benne, hogy erőből vissza tudunk jönni. Akárcsak az MTK is ugye hasonlóképpen mindig ahányszor kiesik, egyben tartja a keretét, pár tehetséget visszahoz, beépít, és simán visszajutnak. Úgyhogy én ezt az utat szeretném látni nálunk is. Egy dolgot engedjetek meg, hogy... Én is ezt gondoltam, tehát nem mondom még egyszer, nem vagyok ellen Drucker. Csak külső szempontból, kívülről nézi az egészet, ennyit láttam az egészből. Még egy, akkor ugyanez a sajtótájékoztató, nem Kósát kell figyelni ebből a szempontból, hanem Papp Lászlót. Nagyon-nagyon erősen kihangsúlyozta, nem véletlenül, és ez nekem külön tetszett, talán még meg is ismételte önmagát később, hogy minden egyes döntést mostantól, és ezt így hozzátette, hogy most már végre lehetővé vált, tehát mostantól
szakmai alapokon fognak meghozni, azok a szakemberek hozzák meg, akinek ez a feladatuk. És ezt kihangsúlyozta, hogy mostantól, tehát ezzel is utalva rá, hogy Szima Gábor mellett a szakmai döntéseket Szima Gábor hozta meg, csak mások voltak odaültetve bizonyos szerepkörökben, akik ehhez nevüket mondjuk ki, nevüket adták, vagy asszisztáltak. Ezért volt kulcs jelenleg az egész történetben, hogy Szima Gábor ne legyen a klub tulajdonosai között, hogy ne az legyen, hogy ő dönt szakmai kérdésekben, mert voltak jó döntései, de voltak rossz döntései, nagyon-nagyon sok. És már is az egy megújulás, még akkor is, hogyha Tőzsér Dani vagy Róka Géza fog dönteni szakmai kérdésekben, vagy bárki más, hogyha olyan ül ott, akinek megvan hozzá az a fajta tudás, amivel tud ilyen döntést hozni. És el tudom jobban fogadni azt, hogyha Tőzsér Dani vagy Róka Géza hoz rossz döntést, mint azt, hogy a tulajdonos, akinek semmi köze a szakmához, és nem is kellene, hogy köze legyen, az mondja meg, hogy mi merre, hány méter. Tehát jobban el tudom fogadni az egyiket, mint a másikat. És igaz ez az edzőkérdések kapcsán, hogy akkor most az edző milyen keretet játszasson meg kiket. Tehát itt az volt tényleg a kulcs, hogy Szima Gábor ne legyen, én innentől kezdve most egy darabig én tudok pozitívan tekintetni a dolgokra, aztán lehet, hogy igazad lesz, és középcsapatként fogunk, vagy nem fogunk a végén feljutni, de történt egy olyan változás az elmúlt időszakban, ami miatt én végre hosszú-hosszú évek után tudok bizakodni. És egy nagyon-nagyon gyors reagálás, még ugye Norbi felvetetted, hogy a helyi vállalkozók meg a helyi debreceniek támogatják ezt a dolgot. Abszolút. Ez is érdekes, hogy a csapatnál nem csak fideszeseket soroltak fel, mint leendő, vagy jelenlegi... A felügyelőbizottságba került be egy MSZP-s. Egy MSZP-s, aki elmondta azt is, hogy hát amíg Szima Gábor itt volt, addig a helyi vállalkozók, tehát hogy ő tud olyan helyi vállalkozókat, akik azért nem támogatták a Lökit, mert Szima Gábor van ott. Ezt ugye mi is már elmondtunk szerintem korábbi adásban, hogy ez egy probléma, hogy a helyi vállalkozók nem támogatják a DVSC-t, és most egyből mindenki, a legnagyobb nevek is odaállnak, és ott vannak, és most mennek a tárgyalások velük, hogy hogyan, milyen formán és hatalmas összegekkel, mert jobban megbíznak ebben a jelenlegi... Szomorú, hogy ilyen apropó kellett ehhez. Szóval szomorú, ez egyértelmű volt, mert előtte adtak. Tehát nem arról volt szó, hogy soha nem kapott Szima Gábor a helyi vállalkozóktól. Csak Szima Gábornak már éppen kellett volna ezt ismerni, hogy ő nem való. Nem egyébként. Tehát, az elmúlt, én úgy gondolom, az elmúlt 2-3 évben látszott az, hogy már a játékos politikából is kijött az, hogy a tulajdonosnak már nem annyira fontos az a csapat. Nem rakott bele annyit, amennyit bele kellett volna tenni. Hát az annyi, az semennyi nem volt. Annyiba hagyj levítsalak már kicsiból, hogy... Te jobban tudod, mint én, tehát... Annyiba hagyj levítsalak kicsiból, hogy Szima nem szponzorálta senki. Rebban sem. Nem, tehát ezt ő is elmondta, okay. Itt a leköszönő interjú során, hogy eddig nem állt senki, és hogy reméli, hogy ezek után akkor majd fognak. Hát tudjuk jó, hogy ő nem egy népszerű üzletember itt Debrecenben, tehát azért nagyon sok... riválisa van, meg aki nem szívlelése miatt sem szponzorálta senki a Lokit rajta kívül. Tehát nem volt... Tehát erre adott okot. Tehát ő maga mondta ezt, hogy nekünk igazából nincsenek támogatóink, csak hirdetőink. Tehát, hogy a legnagyobb szponzorunk a Teva volt ugye évekig, névadó szponzor, évente 50 millió forint, az semmi. Tehát az magyar szinten az nagyon elenyésző összeg, és akkor, ha ők ennyit adtak főszponzorként, akkor gondolhatjátok, hogy a többiek mennyit adtak, tehát azért mondták azt, hogy nem szponzorok, hanem csak hirdetők, akik reklámért cserébe fizettek minimális összeget, úgyhogy ez volt a komoly gond, hogy semmilyen külső forrás nem lett a klubba betéve igazából az elmúlt években. Hát az egy játékosnak az éves bruttó fizetése. Egy játékosé. Krisztián? Egy jó játékosé. Igazából én úgy gondolom, hogy tényleg a Debrecennek helye lett volna az NB1-ben, de hát a keret az sajnos azt ki kell mondani, hogy nem volt NB1-es szintű sok helyen viszont igen, tehát pozíciókban. Én itt a Balázsnak a gondolataira reagálnék, hogy az a baj, hogy itt lesznek olyan csapatok, akik ha nem is feljutásra esélyesek feltétlenül, de akikkel nem lesz egyszerű a menet, de én mondok neked egy feljutásra esélyes csapatot, a Vasas mellett Szeged. Nagyon komoly mindenki munka. Nagyon mondja igen a Szegedet, de tudom, nagyon jól ott van háttér, van pénz, de jelenleg nincs olyan játékos keret, ami miatt én azt mondanám, hogy most nagyon megijedjek tőlük.
Szerintem a Szeged reálisan majd a ezt követő szezonban lehet esélyes. Abban viszont hátrányban vagytok a többi MD2-es csapattal szemben, mert ti ugye most alakítjátok vissza a keretet, míg a többi csapatnál ugye márciusban véget ért a szezon, ott azért viszonylag hamar kiderült, hogy mi lesz, hogy nem lesz MD2-es folytatás, és ott van a következő szezonra igazoltak együtt, ahol együtt maradt a csapatot már edzenek, ugye most, amióta de... lehetne, hát ezzel szerintem hátrányban van. Meglátjuk, hogy hátránya az, hogy mi meccsben vagyunk, tehát hogy egy hónap szünet és rögtön ott vagyunk, mint hogy mások 4 hónapot pihentek, és hogyha tényleg egybe tartjuk a keretet, akkor igazából nem nagyon kell ehhez hozzányúlni, tehát... Hát ha együtt tudjátok tartani. A hírek szerint igen. A hírek szerint igen, azért, tehát én most ebből indulok ki, hogy együtt marad a keret. Hogyha nem marad együtt a keret, és elmegy Bódi, elmegy Varga, elmegy egy-két középhátvédünk, akkor át fogom reformálni én is a gondolataimat, de én abból indulok ki, hogy egyben marad a keret. Ami még itt még fontos lehet, Balást is kérdezem, mert most nem rémlik, hogy amikor bronzérmesek lettünk abból a csapatból, most van nagy hiányzónk, ha egyben maradna a keret? Mármint a kettővel, ez ugye tavalyi szezonból, hát Takács meg Zsóri, akik elmentek. Ennyi. Tehát igazából, hogyha megnézzük a keretünket, akkor 95%-a ugyanaz, akivel bronzérmesek lettünk 2 évvel ezelőtt az NB1-ben. Tehát ezt ne felejtsük el. Rendben, lehet azt mondani, hogy gyengébb volt a keretünk itt a végére, de most akik távoznak, igazából csatárgondjaink lehetnek, hogyha a 2 nigériai támadót nem tudjuk honosítani, már pedig őket nem hiszem, hogy honosítjuk. De ott is ott van akkor Bárány, aki majd visszajön a Deacból, és nagyon ígéretes tehetség. Tehát vannak alternatívák. Úgyhogy én hogyha egybe tartjuk a keretet, én nem aggódok. De ettől függetlenül baromi nehéz lesz. Zoli jelentkezett. Zoli! Gyerekek, én annyit mondanék, hogy szerintem, hogyha egybe tartják a keretet a Debrecenbe, akkor fel fognak jutni. Én is úgy látom, hogy a Vasas ugye az azért abszolút feljutó lesz, hiszen szét van pénzelve, és a Loki meg szerintem egyszerűen olyan jó csapat most, és pont ez jutott nekem is eszembe, hogy azért csak lendületben vannak, és például a vírus szünet alatt is sokkal jobban jöttek ki azok a csapatok ebből a szünetből, akik titokban azért edzegettek, mint azok, akik nem edzettek, tehát hogy voltak azért ilyenek is. Úgyhogy nekem egy kicsit azért meglepő volt ez a gyors váltás így a Lokinál, egy kicsit olyan érzésem volt, hogy kicsavarták a Szima kezéből ezt az egészet, és hát azért ez is sokat mondó majd, hogy azért most elő fognak jönni majd a támogatók is. Lehet, hogy ment egy ilyen körlevél, hogy kedves szponzorok, nem muszáj felcsútra utalni a TAO-t, oda lehet adni most már helyi csapatoknak is, kifejezetten Debrecenre gondolunk, a többiek nyugodtan utalják tovább is felcsútra, de mindegy. Szóval kapott egy ilyen zöld lámpát, szerintem ez a klub, meg kapott egy zöld lámpát a polgármester meg a stábja. Gondolom, hogy azért voltak magas szinten olyan emberek, akiknek cseszte a szemét ez, hogy a Loki az új stadionjával, a 7 bajnoki címével, a 6 kupa győzelmével, a szuperkupa győzelmével. BLL csoportkör. BLL csoportkörével, azért MB2-ben parádézik, és biztos vannak még olyan klubok a Magyar NB1-ben, akikkel, ha ez megtörténik, akkor léptek volna stratégiailag fontos emberek. Úgyhogy, de ez annyira jó példa erre az óriási nagy bölcsességre, hogy amikor bezáródik egy ajtó, akkor egy másik valahol kinyílik, és ez jó is volt időzítve most szerintem a Lokinál, úgyhogy én sok sikert kívánok nekik. És tőletek most elbúcsúzom, mert mennem kell sajnos, nem tudok tovább maradni, úgyhogy Zoli. Köszönöm, hogy itt lettem, sajnálom, hogy mennem kell, gyerekek, de hello, szia, puszi, hajrá, Diósgyőr! És augusztusban találkozunk Zolival, mert ő nyári szünetre megy, jó, milyen is Zoli ezúton is. Augusztusban pedig sok szeretettel várunk. Sziasztok! Szia Zoli! Én nem tudom megkérdezni benneteket, van-e még valakinek valami felvetni valója a Debrecennel kapcsolatban, és mehetünk-e tovább a videótonra? Csibó esetleg még nincs. Oké, akkor... Nem a Lokival kapcsolatban, nem voltam itt az adás elején, én csak szeretnék gratulálni
a csapatoknak, akik egyrészt bennmaradtak az NB1-ben, meg akik úgy érzik a szurkolóik, hogy a csapatuk nagyon, nagyon jó évet futott, tehát büszkék a csapatukra, azoknak gratulálnék az elmúlt bajnoki szezonhoz, legyen az bármilyen helyezés, meg akár legyen NB2 is, tehát biztos, hogy vannak olyan szurkolók, akik nagyon elégedettek, vannak, akik kevésbé, nekik meg kitartást és sok sikert majd jövőre. Ennyi, köszönöm. Hát akkor Fehérvár videóton, hát most is kezdjem, srácok, ez egy nagy csalódás volt ez az év. Volt szó mindenféle jó dolgokról, először csoportkör, magyar bajnoki cím, majd kupacímvédés, aztán ebből lett csak a magyar bajnokság és a kupacímvédés, végül már csak a kupacímvédés, és az sem sikerült. Egy nagyon jó lehetőségekkel áldott csapat, egy nagyon játékos kerettel rendelkező csapat egy 0-as évet produkált. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan Székesfehérváron, ilyen lehetőségekkel ez nem módi, nem megfelelő. Számomra ez az év egy csalódás volt. Persze évekkel ezelőtt meg tapsoltunk volna, hogy ilyen kényelmesen mondjuk a második helyen, de a jelenlegi játékos állomány és a jelenlegi feltételek szerintem nem ezt kellett volna, hogy prognosztizálják, hogy utcahosszal mennyire fölé a bajnokságot, konkrétan 13 ponttal. Úgyhogy közben ők a nemzetköziben még vitézkedtek is, tehát szerintem egyértelmű kudarc volt ez az év. Kiderült az, hogy milyen játékosok jók és milyen játékosok nem jók. Bizonyos posztokon mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy majd amikor rátérünk a csapatok után a mi államcsapatunkra, akkor ott a Videóton kapusa lesz a legjobb kapus az NB1-ben, ezt egyöntetűen állítjuk mi, és ez nem véletlen. Ellenben sok szurkoló társam azt mondja, hogy az Ádám nem jó kapus. Srácok, legyünk tisztában azzal, hogy az Ádám igenis jó kapus, legalább 10 pontot hozott ebben a szezonban. Nem tök ez egy jó kapusról beszélünk. Az, hogy mennyi ment el rajta, maximum 2, na jó, talán 5 pontról lehet szó, de nem több. Sokkal többet tett hozzá, mint amit elvett a csapathoz. De igazából mehetünk tovább is, hogy mi a helyzet a dolgokkal. Ugye Gresó Gergely a tolmács 5 év után elment a klubtól. Ez nagyon erősíti azt a pletykát, hogy a Márton Gábor fog érkezni a Kárió helyére. Jelenleg úgy érzem, hogy teljesen identitás zavarban szenved a csapat. Nem tudjuk, mit akarunk játszani, nem tudjuk, mit akarunk, nem tudjuk, hogy akarjuk a dolgainkat. És számomra ez nagyon fura. Leginkább azért is fura, mert egyre több a távozó, Puszti visszavonult, Juhász visszavonult, Vinicius eligazol, Tamás Krisztián sem jön vissza, Berecet odaadtuk a Mezőkövesnek, tehát már most mondok 5 távozót, mellette a tartalék kapus Kovács Dánielnek is leállt a szerződése, tudtam, ha nem hosszabbítunk vele, akkor már 6 távozónál vagyunk, és nem igazoltunk még mindig senki. Tehát konkrétan úgy fogyunk el, hogy ez valami borzalom, és nem tudom, mi az elképzelés. Egyébként magában a szezont nézve voltak jó eredmények, én úgy gondolom, hogy azért ez a második hely is jó, sok csapat lenne a második helyen ezért az NB1-ben, nem rosszak ezek az eredmények, de összességében maga a szezon volt csalódás, és leginkább azért volt csalódás, mert hazai pályán, és ezt már sokszor elmondtam, 5 meccsből 4-et nem lehet elveszteni. Ez nem fér bele. Egy csapatnál se, aki bajnoki címet akar nyerni. Ennyi meccset nem lehet hazai pályán elveszteni. Egy-egy vereség belefér, de ennyien sok nem fér bele. A Fradi ellen 2-szer kikaptunk, 1-szer sikerült megverni őket, amikor már tét nélküli mérkőzés volt. Honvéd ellen is hagytunk el pontokat, és lehetne sorolni. Én úgy gondolom, hogy ez a szezon, ez egy tényleg egy fájú kudarc, és hát nem tudom, mi lesz. Tehát jelenleg tartunk, hogy még van egy hét a kezdésig, és 0 új igazolás van, miközben a szomszédvárban, gondolok itt ugye a Ferencvárosra, már most 2 érkező bejelentettek, egy kapust és egy hosszabbító játékot, igazából érkező, mert csak kölcsönjátékos volt, ugye a Zsubkovról van szó, ugye akit 4 évre szerzett meg a Ferencváros 1 millió euróért, szerintem ez egy fantasztikus vétel volt az ő részükről. Nálunk meg nem látok semmi elképzelést. Kovács Zoltán azt mondta, hogy új vezéralakú kellnek az öltözőbe, mert kíváncsi, hogy ki fog előlépni, mert jelenleg a Nikolicson kívül nagyon más nem látok, aki igazán vezéregyénység lehetne. Talán még a Kovácsik, de őnek a természetéből adódóan nem tudom őt elképzelni úgy. Meglátjuk. Eleknek is nagyon kilóg egyébként a lóláb, mint a futácsnak is. Általában az Armin Hodzsics el akar igazolni, a Nikolovot álltak Olaszországba képzelik el. Nem tudom, srácok. Igazából ilyen csak távozók. Ja, és hát a Milánovról nem is beszéltünk, aki úgy eltűnt a vírus szünet óta, hogy nagyítóba kell keresni az emberünket.
akit meg szóba hoztak Kopenhágával, ne rögtessetek már ki van ezeket, a Kopenhágok kettőben nem férnek a kb, tehát annyira komolytalan játékosnak tartom, 60 percnél nincs több erőlétje. Úgyhogy így hirtelen röviden ennyi. A szezon értékelésre tényleg azt tudom mondani, hogy a második hely jó, szép az ezüst, az elmúlt 10 évben a 7. ezüstérmet sikerült megszerezni, csak hát a második helyezettet sehol nem jelzik, tehát ez ebből a szemszögből nem jó sajnos. Nem tudom tényleg, nem tudom. Józsi? Én azt látom, hogy tényleg erős visszaesés van. Azért ti előttünk voltatok játékos megfigyelésbe, igazolásokban. Úgy látom, hogy amióta elment a szerb, azóta tényleg ez jó szó ez az identitásválság. Mert egyszerűen nem tudjuk, mit akarunk. Nem tudjátok, mit akarunk. És az, hogyha most ennek áldozatul esik akár jó, aki ide hoztak, és nem az a csapat van, akit ő igazolt volna. Én szerintem a Nikolic sem az igazi, ő neki is egy... Én nem hiszem, hogy túlságosan egy jó marketing fogás volt, de nem hozta azt, amit vártatok. Szerintem biztos, hogy... Tehát mondom még egyszer, nem emberileg van, de semmi bajom a Nikóval. Egyszerűen ő már nem az NBA-be való. Tehát ugyanint a Böde Dani. Nem való az NBA-be, gyerekek. És egyszerűen ez csak egy PR fogás volt. A másik, hogy kicsit azt kell, hogy mondjam, most megint csak nem a nagy képűség, és remélem, te sem sértődsz meg. A következő szezonban, hogyha minden úgy van, ahogy itt külső szempontból látja az ember, akkor a Fradi ellenfele a Kispest lesz igazán a bajnoki címért, meg sajnos az F betűs falu, úgyhogy nem látom azt, hogy a Videótonnál mit akarnak csinálni. Tehát, ez nem. Jó kérdés. Egy Márton Gábor tök jó, hogyha mondjuk megérkezne hozzátok. Jó, oké, és de, mi lesz? Föl kell rázni a játékosokat, mert el vannak kényelmesedben a fotbalisták a kezdőben. Igen, csak a Márton Gábor jelen pillanatban egy nagyon komoly tűzoltó munkát végzett. Nem, tehát az neki is egy új környezet lenne egy bajnoki címre esélyes csapatokat az edző jelenén. Meg tudja oldani, tehát ez semmi kétségem nincs, hogy szakmailag ő föl van erre készülve, csak lehet, hogy még az első évben egy kicsit nehezebb. Ha meg tudna ott is kapaszkodni, akkor neki legalább kellene egy szezon, hogy beleszokjon ebbe, hogy végre egy olyan csapatban van, ahol nem kell könyörögni, hogy kapcsoljátok föl este a világítást, mert szeretnénk este edzeni. Tehát már azért tudni kell, hogy ilyen csapatoknál volt a Gábor edző. Tehát Pécsen se vetette őket föl a pénz, meg Zalaegerszegen se. Tehát... Azért nálunk ilyen nem volt ilyen probléma, ilyen világításos. Nem, csak most persze, Pécsen. Nincs nálunk olyan pénz, így van. Igen, tehát hogy azért, most... Ebben igazad van, Józsi. Nagyon jó edző, magyar szinten biztos vagyok benne, hogy kiválóan tud produkálni, de igazán inkább még csak a tűzoltó funkcióját láttuk. Láttuk, hogy pár hét alatt átállította a saját gondolkodás módjára a csapatot, csak ugye főleg magyarokkal dolgozott. Kíváncsi lennék azt, hogy például egy ilyen nagyobb volumenű játékosok mennyire hallgatnának rá, de én azt mondom még egyszer, a Videótonnál valami kurvára el van baszva. És ez nagyon rossz fényt vet rá, de ez hogy... magasabb szintről van itt a probléma. Igen. Ki kell mondanunk, én eddig nem mondtam, de az elmúlt napok és hetek eseményi után, és azt kell, hogy mondjam, hogy Kovács Zoltán ide lejárt Fehér Láron. Sajnos az elmúlt 5 évben egy bajnoki címet tudtunk nyerni, miközben a Ferencváros 3-at nyert, és egy magyar kupát tudtunk nyerni. Én úgy gondolom, hogy ilyen költségvetésre ez kevés. Kevés, és arra nem is beszélve, hogy azért is kevés, mert ez a csapat többre volt prognosztizálva. Abban az évben, amikor mi a Kispesten versenyünk a bajnoki címért, nekünk ott az a bajnokságot meg kellett volna nyerni utca-ossza. Ehelyett szépen felhúztuk magunkra a Kispestet, és el is vesztettük a bajnoki címet. Itt az a helyzet, hogy tényleg évek óta nem tudjuk, mit akarunk, vannak fellángolások, de most azért legyünk őszintén, ebben a szezonban azt hiszem, bejött a valóság elég keményen. Tehát a vaduz úgy pofán baszott minket, hogy most is meg vagyunk szédülve tőle kb. Aztán a kupában is pofán lettünk baszva, amikor a mezőkövesdel elvestünk ki. Tehát azért ezek olyan dolgok, amit nem létezik, hogy a szőnyeg alá söpörjenek megint. Tavaly még lehetett tizet oltani, megnyertük a magyar kupát, de idén is már mire fogni. Mert a nemzetköziben olyan korán kiestünk, hogy ez szégyen volt. És te a baj, hogy voltál a 6 jó fordulóban, nem lehet megélni.
mert oké, voltak fellángolások, de összességében ez kurva kevés volt. Arról nem is beszélve, hogy nem voltak jó igazolások a Muslimon és a Kurin kívül. Nem igazoltunk jó játékos. Ellenben távoztak játékosok és visszavonultak, és senkit nem építettünk be a helyükre. Kereszedek gyorsat, bocsi. Persze. A Nikolic az nem volt jó igazolás? Én úgy gondolom, hogy nem. Mert nagyon örültél van, neki, amikor jött. Akkor örültem, hogy jött a Nikolic, igen, és az elején úgy is tűnt, hogy jó, meg minden, de hát aki nem kap labdát, az nehezen fog gólt rúgni. De akkor nem a Nikolic igazolás volt a rossz, hanem a többi. De ő is, mert a végén már nem volt kedve. Hát, a végén hát de már, akkor már eldőlt a bajnokság. Jó, mindegy, de, csak de egy... a kupa nem dőlt el, és a kupában is hülye megoldások voltak, de egyébként a Nikolic tudni kell azt, hogy azért jött ide, mert egyébként Kínában igazolt volna egy élvonalbeli csapathoz, de mivel beütött ez a szartenger, ezért ő végül aláért ide, mert a felesége megmondta, hogy épül itt a ház, itt vannak a gyerekek, örülnék, ha nem mennénk már el. Oké, okay, csak ide. Nekem ez furi, hogy azért minden NB1-es csapat, még a Fradi is szívesen látná szerintem, vagy hogy nincs erősítésnek ez, venni. Nincs ezzel semmi gond. Jó a Nikolic, én azt mondom, jó a Nikolic, de kell neki egy olyan középpálya, aki ki tudja szolgálni. Ő nem egy olyan csatár, aki helyzetbe tud kerülni, ő neki a labdákat kell belőgöldözni, és be tudja lőni. Tehát ő Amerikában is, meg Lengyelországban is úgy lett gól király, meg itthon is, hogy kapta a labdákat az zicserbe, bemozdult az üres területbe, jött a labda, és csak be kellett lőnie. Ő egy tipikus befejező csatár, viszont abban kurva jó. Én ezért sajnálom, hogy igazából nem kapott jó labdákat, és így nem tud mit csinálni. Nem jó a középpálya. A középpályára kell igazolás, mert elment a Lazovic, nem tudjuk, mit akarunk. Nincs egy olyan irányító középpályás, aki összefogja az egész brigádot. Most az Uriban, mintha látnék valamit, de ez kevés. Egy játékosban látom, az kevés. Többen kéne látnom ezt. A Muslim fix kezdő lesz, rendben van, de ott van a Rus Adrián, ő is egy videóton szint. És még van 3 évig szerződés, és nem videóton szint fotbalista a Rus Adrián. Nem megbántva őt. De például a stopira tud belső védőt játszani, a hangja kimegy a bal szélre, jobb szélre ott van a bolla, megvan a kezdővédelem. Oké, okay, és a többiek, nincs aki mögöttük legyen. Rövidek vagyunk, egyszerűen igazolni kell játékosokat, és már azon kellene gondolkodni, már azon kellett volna gondolkodni a vírus után, hogy ki az a 30-40-50 játékos, akit megfigyelek, hogy idehozza. Ehelyett mi történik? Nem igazoltunk mindig senkit. Jövő héten kezdődik az alapozás, és egy hónap múlva, majdnem 5 hét múlva kezdődik a bajnokság. Az a baj, hogy nemzetköziben ide lehetne nagyon dobantani. Mert tényleg egy meccsen dől el minden. És ha össze tudsz rakni 4 meccset úgy, hogy jó legyen, akkor bemegy az Európa Ligába. Tényleg ez egy nagy esély. De ha nem igazolunk, ezzel a kerettel nem fogunk bejutni az Európa Ligába. Arról nem is beszélve, hogy nem fogunk bejutni az Európa Ligába, az egy dolog, de ahogy a Józsi is mondja, a bajnokságban is nagyon nagy bajok lesznek. Mert egyszerűen a játékosaink nagy része elkényelmesedett. Tudja, hogy megvan a, jön a pénz, megvan a fix kezdő, hova izguljak? Játszok is, pénzt is kapok, hova izguljak? Ezért kéne hozni új játékosokat, 5-6-7 új játékost, és legyünk őszinték, hogy ez a télszláv vonal, ez szar, ez megbukott. Ezzel nem értünk el lófasz se, máshol kell keresni játékosokat. Idány, Svédország, azt sem tudom, hogy egyébként Caneira mit csinál. Akár, ott is vannak új játékosok. De ott van a Caneira, egy portugál játékos nem igazoltunk. Ő pedig által játékos megfigyelő, egy játékos nem igazoltunk se Spanyolországban, se Portugáliában. Mire kapja a pénzt? Mert a felcsút tudott hozni egy portugál spirit a Palatinaikosból, mi nem tudott hozni. Tehát erről beszélek, hogy ilyen apró dolgok ezek, de általában itt olyan jó scout hálózaton. Kit fedeztünk föl? Urit felfedeztük a Vitor úr Konstancával? Ez jó, oké. Okay. És ezzel mit csinálunk? Egy játékos. És többiekkel mi lesz? Tehát az a baj, hogy több játékos kéne igazolni. Elvileg a tőke megvan rá, nem? Pénz megvan rá, akkor miért nem igazolunk? Miért nem hozunk oda a játékosokat, akikkel lehetne? Most hallottam olyat is, hogy az Ivzi Vázét már mondtam nektek, hallottam, hogy én nem értem, nem tudom, mit akarunk az Adenicivel kapcsolatban, mert én szerintem nem videóton szintű fotbalista. Ellenben például egy gazdagot tudnék, el tudnék képzelni a csapatban, mert őszintén minden jó lenne. Ugyanúgy bármilyen hülyén fogjátok, mit nem mondjak, Csibó, a videóton fórum tele van vele. Úgyhogy erről ennyit. Annyi a lényeg egyébként, hogy nem szégyenez. Tehát mindenki tudja, hogy nálunk megvannak azok, a dzsudzsákat is hírbe hozták, és a Vargával elmegy nyaralni, a videóton fórum tele van vele írva, hogy a dzsudzsák jön a videótonba. Tehát megállás nélkül pöröknek a nevek, hogy... Adná Isten! Ha ugye, ti ezt szeretnétek, ugye...
Én megnézném az Újpestben is. Úgyhogy igazából tök mindegy, és olvastam a fórumot, és ezek a hírek mind onnan származnak. Tehát nagyon sok más játékost is mondtak. Engem mondom, azzal van a legjobban, hogy a portugál vonalon nincsen semmi olyan információ, aminek van létjogosultsága. És igazából tehát nem ezek a játékosok, aztek a tűzoltók, akik megoldják itt a nagy problémát. Tehát egy olyan játékos kéne, mint a Lázovics volt. Lehet, hogy voltak dolgok, amik nem jó. De a Lazovics óta nincs egy olyan vezéregyénysége a csapatnak, aki összefogja a brigádot. Mert amíg itt volt a Lazovics, volt fotballunk, volt jó kinéző játék. Meg jobban is kerestek a játékosok. És előfordulhat, de minden esetre most én úgy érzem, hogy sajnos megtorpadtunk, nem jó irányba, és igen, a MOL csökkentette a támogatást, elvileg én úgy hallottam, hogy 25%-kal, a Strabag már nem támogat minket, a Porsche Hungária szintén kiszállt a szponzorációból, tehát azért vannak itt olyan dolgok, amik azért változni fognak, viszont lesznek új szponzorok is, úgyhogy majd kialakul. És azt tudom nektek mondani egyébként még, hogy számomra a nagy kérdés, hogy kiket fogunk igazolni mellett, hogy lesz-e változás. Én adnék Kariónak még egy fél évet. Mert ez nem az ő csapata. Nem az ő játékosai. És ha mégis jön a Márton Gábor, akkor viszont tényleg nem fogunk tudni, mit akarunk, mert a Márton Gábornak, meg ha lesz egy rossz fél éve, ő biztos, hogy repülni fog fél év után. Mert mint tudjuk, magyar edzővel szemben sosincs akkora türelem, mint egy külföldivel. Ezt azért gondolom valamennyien megszoktátok. És hát a másik és legfontosabb dolog még, hogy a sportigazgató marad-e vagy nem. Mert tényleg nem megbántva őt és a személyiségét, de már fűt fát megígért, és eredmények pedig nincsenek. Mert én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak nem a második hely, és a kupa elődöntő, és egy Vaduz elleni kiesés az előrelépés, mert ez nem előrelépés. Ez nem szintlépés. Ez nem az, amiért úgymond itt el lett adva minden. Egy gyors kérdésem lehet, Norbi? Ki lett jelentve az elmúlt időszakban, hogy bajnok akar lenni a Vidi? Ezt hangoztat a Kovács Zoltán még az ankét, nem is, hogy bajnok leszünk. A tavalyi évben is? Tavalyi évben is. Sőt, megmondta azt, hogy az európai csoportkör nem lehet kifogás arra, hogy ne tudjuk megnyerni a bajnokságot. De a Józsi jelent meg fél tudni ebbe erősíteni. Az a baj, hogy Kovács Zoltán ezt puffogtatta mindenhol. Majd a Hernádi Zsolt lenyilatkozta azt, hogy kilőttük az NB1-et. Hát gyerekek, ez nem kilőttük az NB1-et. Ezzel röhelyt csináltatok a csapatban, lejárattatok mindent. Tehát ez ne haragudjatok, ha tényleg kilőttük az NB1-et, akkor úgy kellett volna megnyerni a bajnokságot, hogy a Ferencváros is megnyert a bajnokságot. 13 ponttal. Előnyel. Ehelyett nincs ilyen. Arról nem beszélve, hogy olyan helyekkel hagytuk el a pontokat, hogy röhely. Tehát tényleg röhely. Röhely, hogy milyen csapatok ellen nem tudtunk nyerni. Tehát az a baj, hogy innentől kezdve, hogy nincs támadó fotball, nem tudunk gólt lőni. Itt nem lesz eredmény. Tehát itt kell egy teljesen új iránytó középpálya, belső középpálya, kellenek új támadók, mert ez a csapat elfárad. Ebben az összetételben ez a csapat elfárad. Ezt ki kell jelenteni, de új játékosok van szükség. És nem lesznek új játékosok, igen, akkor jövőre a dobogó harmadik fokra lehet a realitás. Ki kell jelenteni. Sajnos, ez van. Ez a keret, ez Európában kevés. Akár mekkora az értéke, lehet, hogy 17 millió euró, de akkor is ez a keret kevés Európában. Ide legalább 5, de inkább 7-es darab új játékosra lenne szükség. Úgy minden poszton, ahogy a Rebrov is csinálja, 2 ember legyen, aki bármikor bevethető. Hangsúlyozom, bármikor bevethető, mert olyan magas szintű futballista. Nálunk ez jelenleg nincsen meg, és úgy gondolom, még ez nincsen meg, addig mi egy Ferencváros mellett nem tudunk bajnok lenni, sajnos ki kell jelentsen. Ez az én privát véleményem, de ezt úgy látom. Nem tudom, hogy mi lehetne a változás. Hogy lehetne változás? Tehát én úgy gondolom, hogy a következő egy hétben sok minden kérdésre választ fogunk kapni. Márton Gábor elvileg holnap évfélig kiderül, ha jól tudom. Az Ivzivádze szintén ki fog derülni rövidesen, leszem a jövő héten, az is, hogyha igaz, akkor jövő héten szerintem be fogják jelenteni, hogyha az alakozást nálunk kezdi meg. A Csucsákot meglátjuk, úgyhogy nem tudom. Jó lenne, hogyha jönnének a játékosok, és előkerülnének a portugál vonalról is a játékosok, akár erre a félre vonalról, mert ott se látok senkit. Játékosokat kéne igazolni. Egyébként aláírom a Maritimóból a Dudu nevű futballistát, szétalázta a Benficát, nem egy rossz futballista, lehetne rá ruházni. Gomez mester éppen az edző, biztos föl lehetne vele venni a kapcsolatot,
úgyhogy így példának okán már is mondtam egy jó játékos, de a svéd bajnokságban is van, tudjátok nagyon jól, és lehet még mondani a csapatokat. Semmi nem kell hozzá, egy kis körültekintés kell, és simán lehetne jó játékosokat igazolni. Azért van az instat is, csak tudni kell használni. És akkor nem no-name játékosokat fogunk idehozni, és nem megbántva Zsóri Dániát, de ő sem videótoszi futballista, és már is elment Budafokra kölcsönbe. Ahogy nyilatkozott, hogy mennyire örül, hát ne arra vigyatok, hát sírtam. Tehát az minden volt, nem öröm az arcán, hogy ő Budafokon teljesíthet, nem megbántva őt, de cáfoljon rám, legyen gólkirály, Mervo Bencével együtt, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy ez van Fehérváron, ez egy nagyon rossz év volt, nagyon sok pofonnal és nagyon sok csalódással, örülünk az ezüstnek, aztán meglátjuk, mi lesz a jövőben. Ennyit tudok hozzáfűzni, nem tudom, hogy ti hozzá tudtok-e még fűzni valamit, vagy nem. Mondtam. Akkor én a mondó vagyok, hogy menjünk a Ferencvárosra, és a 31. bajnoki címot szolgáló Grupa Marinába, Józsi az. Hát én nem fogok ennyit. Én is nagyon örülök a bajnoki címnek, egyértelmű. Nagyon remélem, hogy a Gutmanátok nem fogja utolérni a Rebrovot a harmadik szezonjába. Nagyon nem örülnék neki. Az biztos, hogy a Szabolcs fogalmazta úgy, és lehet, hogy egy kicsit erős, meg ilyen poénkodós, de tényleg strandpapucsban nyertük meg ezt a bajnokságot úgy, hogy az Európa Ligában is ugye volt a vitézkedés. Nem tudom, hogy kinek jó ez, hogy nincs egy komoly ellenlábas. Ez nagyon nem tesz jót a klubfutballunknak. Nagyon örülök még egyszer, hogy így nyertünk. Örülök, hogy rám cáfolt a Rebrov, bár mondom még egyszer, nem mindenbe értek vele egyet, de az biztos, hogy amit ő csinált az eredményes, egy most ha azt nézzük, egy jó csapatot rakott össze, ami az Európa Ligában is azért megállt a helyét, és meg is fogja állni a helyét. Ha minden úgy alakul, ahogy ugye a tervekről beszélt az orosz Pál, akkor szerintem jövőre a 32. bajnoki címet fogjuk ünnepelni. Ha látjuk azt, hogy az ellenfelek, ugye milyenek, hát látjuk a videótonnál mi van. Lehetnek meglepetés csapatok, én ide várom többek között a Kispestet, egy jó igazolás után egy jó edzővel, aztán fele tudja. Tehát most jó lenne igazi tétet adni a magyar bajnoki címnek, mert így, hogy ekkora előnyen győzünk, és ha megnézzük, hogy milyen mérkőzéseket vívtunk, hogy van, ahol olyan mérkőzés, ahol 10 perc labdarúgás elég volt ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, és utána esélyt sem láttam, hogy ezek az ellenfél gól tudjon nekünk rúgni. Ez egy ideig jó, csak aztán már a végén dögunalmas lesz. Nagyon remélem, hogy most már meg tudjuk verni a Felcsutat otthon. Ez egy olyan bohózat, hogy valami elképesztő, hogyha őket megvertük volna kétszer vagy háromszor, ahogy illett volna, akkor viszont már brutális lett volna az előny. Úgy gondolom, hogy jól erősítettünk abban a szempontból, hogy nálunk a Hajnal Tamás, mióta ő vezényli le ezeket a játékos igazolásokat, azóta van szakmai éle is a dolognak. Nagyon örülök, hogy 4 évre igazoltuk le a Zubkovot, tehát ez már azt mondom, hogy ez egy kézzelfogható dolog. Tehát egy jó szezon után, vagy 2 jó szezon után, akár még egy jól is ki tudunk jönni anyagileg. Eddig a legtöbb igazolásunk ilyen egy plusz fél, vagy fél plusz egy éves igazolás volt, ami azt vetített előre, hogy itt nincsenek hosszú távú tervek. Viszont itt már azt látom, hogy igenis van. Tehát itt a Ferencváros vezetősége arra rendezkedett be, hogy itt egy jó ideig a Ferencváros vezeti majd a bajnokságot. Tehát itt még akár azt is egy ilyen támogatottság mellett, még akár egy ilyen Loki-féle menetelés is lehetséges. Nem tudom. Nem, fradista szemmel azt mondom, hogy jó, viszont a magyar labdarúgás elkötelezett híveként azt mondanám, hogy nagyon jó lenne, hogyha többiek is fel tudnának nőni legalább szakmailag erre a feladatra. És vannak feltörekvő jó edzők, akik remélhetőleg megkapják a lehetőséget. Én nem is nagyon szaporítom a szót, mert teljesen fölösleges a fingot köszörülni. Nagyon köszönöm az egész szezonban a figyelmeteket, mindenkit, aki minket választott ilyenkor, és nagyon szeretném, hogyha jövő szezonban is mellettünk lennétek. Majd most lesz egy kis nyári szünetünk,
de attól függetlenül majd a sorsoláskor, esetleg a nemzetközi kupa sorsoláskor, vagy ha olyan esemény történik, akkor egy élőadást fogunk csinálni, de addig is szeretnénk különböző riportokat, akikkel már ugye volt lehetőségünk, csak ugye a vírus miatt ez elmaradt, tehát ezt a tendenciát fogjuk folytatni. Én nagyon örülök, hogy a Loki blog maradt, és maradnak is az adásban mindenféleképpen. Andrást a következő évben legalább felvételről, mert együtt dolgozom vele, úgyhogy kénytelen lesz beszélni az MTK-ról, még hogyha esetleg adásba is nem tud jönni, akkor videót majd én csinálok vele. Szabolcsnak az értékelését pedig majd egy külön beszélgetésben külön fölvesszük, és majd el fogja mondani. Én azt mondtam, a múltkor azt mondom, hogy Hajnal hülye, és nem ért hozzá, én ilyet nem mondtam. Én azt mondtam, hogy a jelen pillanatban Hajnal Tamás sportvégzettséggel bír, és jobban ért az igazolásokhoz, mint akik előtte azt csinálták. Nem azt mondom, hogy ő az európai csúcs, nem kell szavaimat kiforgatni, ezzel mindig szoktam röhögni. Tényleg még zsidózás nem volt, gyerekek. Örülök is, hogy jobb lett a fórum. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha ez a baráti hang nem megmaradna itt a komment szekcióban, illetve az élő cseten is. És tényleg nagyon köszönöm a srácoknak, hogy részt vettek ebben a munkában, és szinte minden vasárnapjukat rádozták, külön a családjuk mellett, hiszen van, aki német a csibuná és kisbaba van, és a többi betegszülő, innen ilyesmi. Tehát mindenkinek mi ezt teljesen a labdarúgás melletti szolidaritásból és szeretetéért csináljuk. Egyelőre még megélni nem tudunk belőle, és valószínűleg nem is fogunk ebből a műsorból. Úgyhogy én elköszönök mindenkitől, visszaadom a szót egyébként a Norbinek, csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. És akkor nem tudom, hogy valaki még szeretne a Fradihoz hozzászólnia valamit. Akkor viszont megyünk a tippjátékra, mert ugye elérkezett ennek is a vége. Még előtte... itt a vége, ugye fuss el végre. Bocsi, hogy ködből vágok. Még mielőtt a tippjáték, legyen már előbb az állam. Én kérek elnézést, bocsánat. Elnézést kérek a debreceniektől, mert kicsit elszaladt velem a ló Balástól is, és Csibútól is, hogy bocsi srácok, ne haragudjatok, hogyha itt belevágtam volna a dolgokba, meg így beszólogattam, nem volt szándékos egyik kötök irányában se, de hát a baráti hang nem megkívánja, hogy itt mindenki előtt elnézést kérek tőletek, mert nem szeretném, hogy problémánk legyen a jövőben, hiszen egy társaságra szeretnék kamaradni is. De bocsánat, vissza is adtam a szót. Na, igazából annyi, hogy ugye mindig fél év értékelésnél is volt nekünk egy álomcsapatunk. Mi ezt egymás között megszavaztuk, minden posztra voltak jelöltek, és a legtöbb szavazatot kapó játékosok kerültek be a Dream Teambe. Én arra kérnék mindenkit, hogy ne menjünk bele ebbe, hogy ő miért maradt ki, ő miért került be. Ez a mi szubjektív... Mert ők voltak a legjobbak. Ez a mi szubjektív véleményünk, mi így láttuk, nem figyeltünk semmilyen statisztikát, nem néztünk, hogy kinek hány gólja, gólpassza van. Amit mi láttunk és gondolunk, az jött ki ebből, úgyhogy látjátok is igazából a képernyőn, hogy mi lett a végeredmény. Nagy meglepetések szerintem nincsenek, tehát 6 Fradi játékos van, ha jól látom, az államcsapatban. Igen, van 2 Zete játékos, 2 videótonos és 1 Diós Győri, úgyhogy ebből áll fel a kezdőcsapat, és ugye a vezetőedző is a Zalaegerszektől Márton Gábor nálunk, illetve a cserepadra is láttuk még embereket, akik sok szavazatot kaptak, de végül nem a kezdőben nem tudtak bekerülni, de azért említés szintjén mindenképp érdemelnek egy ilyet. Igen, egyetértek veled, Balázs, és azért ne emeljük ki mindenképpen azt, hogy a Ferencváros mekkora fölényben van ebben a csapatban. Tehát azért az jelzi a Rebrov munkáját mindenképpen, és hát azért olyan játékosok bekerültek, számomra azért meglepetés volt, én nálam a Harákin nem lett volna benne a csapatba. Én például nálam az Uri kezdő lett volna, és a Harákin csere, ezt csak így megosztottam így zárójelben. Hát ugye kettejük között az döntött, hogy Huri csak egy fél szezont játszott végül is. Igen, és az instatja így nyilván más volt. Azért még egy mondat enged, Isten adom Csibunak tovább a szót, hogy azért a főnöknek kedveskedtünk, a főnök kedves csapatának, ha ezen van a játékoskon, jobban megnézitek rá, nem értitek az időn. Adom is Csibunak, köszi! Volt egy másik ilyen kis szavazásunk belül. Igen, igen?
Készültél rá? Nem tudtam. Igen, itt az adás közben gyorsan összesítettem mindegyikünk, minden csapatból kiemelte. Szerettem volna végigmondani egyébként, hogy kit jelölt. Akkor azt majd elmondhatod, én csak azt számoltam össze, hogy ki melyik csapatból ki lett. Kezdem én, aztán majd a végén elmondod az összesítést, az lehet az a izgalmasabb, hogy ha gondolod, így jónak. Szóval, voltak olyan játékosok, akik kimaradtak azért, mert mondjuk a csapatuk kiesett, ilyen volt a TVSC, meg a Kaposvár, de meg voltak olyan játékosok, amik nem nagyon tudtak bekerülni az AM11-be, mert nem voltak egészében olyan jók, de mégis valamennyire szerettük volna kiemelni őket, és ezért minden csapatból mindannyian beírtuk a szerintünk legjobbnak vélt játékost. És akkor kezdem is Szabolcsnak a 12 játékosával, Ferencváros Tökmak, Vidi Kovácsik, Felcsút Vanacek, Mezőkövest Berec, Zalaegerszeg Demjén, Honvéd Batik, Újpest Fecesin, Kisvárda Grozav, Diós György Kis, Paks Könyves, DVSC Varga és Kaposvár Ádám. Aztán Norbinál Ferencvárosból Bóli, a Vidiből Kovácsik, Kövestből Cseri, Felcsút Knezevics, Zete Bolla, Újpest Banai, Kisvárda Dombó, Diós György Kis, Honvédból Gazdag, Paksból Könyves, Debrecenből Garba, Kaposvárból pedig Ádám Martin. Bedő Norbitól, Ferencvárostól ismét Tökmak, Viditől Huri, Felcsút Vanacek, Mezőköve, vagy Vanacek, hogy kell mondani, Vanacek? Vanacek. Vanacek? Oké. Okay. Mezőköve, Cseri, majd meg kellett, hogy valamit. Be kellett fizetni valamit, és meg kellett, hogy Vanacek. Vanacek. Oké. Okay. Honvéd Tújvel, Ute Simon, Kisvárda Grozav, Diós György Kis, Paks Könyves, DVSC Varga Kaposvár Ádám, aztán Balázsnál Fradi Isael, Vidi Kovácsik, Felcsút Gyurcsó, Kövest Cseri, Honvéd Gazdag, Zalaegerszeg Radó, Újpest Simon, Kisvárda Gosztonyi, Diós György Kis, Paksból Könyves, Debrecenből Adenicsi, Kaposvárból Ádám, ugyanez Józsinál Fradi Isael, Vidi Kovácsik, Újpest Simon, Paks Szabó, Kisvárda Gosztonyi, Kaposvár Ádám, Zete Bobál, aztán Honvédból Batik, Diós Györgyből Kis, Lokiból Adenidzsi és Kisvárdából Cseri, Kövesből Cseri, bocsánat. Emődi Zoli, Fradi Isael, Vidi Kovácsik, Felcsút, én megmondom, amit ő ide írt, tehát Orbán Viktor, Zsóri Zivzivadze, Zete Bőle, Újpest, ezt nem mondom el, amit ide írt, de talán Onovo, ki volt az, aki egy nagy gólt lőtt? Obinna. Akkor ő. Mások fejezte ki magát, Zoli, de az a lényeg, hogy Obinna. Várdából Grozav, Diós Györgyből Polgár, őt szerintem, hogyha itt lenne mindenképp kiemelni, hogy mennyire jól játszott egész évben. Paksból Szabó, Debrecen, Adenidzsi, Kaposvár, Ádám, és van itt még egy, ja igen, a sajátom, bocsánat, az is itt van, Ferencváros Tökmak, Vidi Kovácsik, Felcsút, Vanecsek, Mezőkövest, Berec, Zete, Radó, Honvéd, Lanzafáme, Ute, Zsótér, Kisvárda, Grozav, Diós, György, Kispaks, Könyves, Debrecen, Varga, Kevin. Én pedig őt szerettem volna valahogy bejuttatni a top 11-be, vagy legalább a kispadra, ha már ő adta a legtöbb gólpaszt az egész NB1-es összes játékos közül, talán 11-et, vagy 13-at, 12-t, valahogy így adta a gólpasszokat. Kaposvárból pedig Ádám Martin. És akkor még van egy extra, Lukasz is szavazott, de ezt az ő stílusában fogom felolvasni. Aki érti, érti, aki nem, az most így járt. Ne haragudjatok, kérdezzétek Lukaszt, hogy ez mit is jelent. Ferivári Szupkov, Shell Govcsáik, Flecsút Vanacek, Gövest Cseri, Szete Poplágreg, Újpest Novobodó, Kisvráda Klaus, Né, DFTK Kis, Bagzs Buklájn, Szentloki Adenidzsi, Gabzsofrái Káróci, B. Várdi. A Honfdéból pedig Deni Rics. Akkor mondom, hogy mik lettek az eredmények, tehát hogy összesítettem, hogy melyik játékos kapta adott csapatból a legtöbb szavazatot. A Fradiból Tokmak és Izrael 3-3 jelölés, a Vidinél Kovácsik lett 7-tel, Felcsútnál Vanecsek 5, Mezőkövesnél Cseri 5, a Honvédnál Gazdag 3. A Zeta a legérdekesebb, itt Radó, Bobál és Demjén is 2-2 jelölés, tehát itt nagyon megoszlottak. Aztán Kisvárda Grozav 4, Újpest Simon 4, Paks Könyves 6, Diós Györgyből Kis Tamás 7, itt egyedül Zoli nem szavazott Kis Tamásra, mert ő polgárt jelölt, ez ilyen érdekesség. Debrecennél Adenidzsi 4 és a Kaposvárnál Ádám Martin 7. Tehát olyan játékos nem volt, akire mind a 8
de nyolcunk ugyanazt jelölte volna. Ez egy ilyen plusz érdekesség volt, és akkor rátérhetünk szerintem a tippjátékra még itt a végén. Ugye ez még hát valamikor az ősz közepén indult el, még tehát nem a szezon elejétől tippeltünk, és ha jól tudom, 18 forduló volt, amit végig tippeltünk. 17, bocsánat, mert Norbi, te voltál az, aki az összes fordulóban mindig tippelt. Így van. Ugye ezt a kategóriát, ezt te nyerted meg. Adott fordulón belül legtöbb pont Józsi, 19, ez a te dicsőséged, volt egy olyan forduló, ahol 19 pontod volt, ez a legtöbb. Legkevesebb pont, Kriszi, te voltál a nyerő, 7-nél kevesebb pontod nem volt sosem, többieknek azért voltak nagyobb mellélövései, nagyobb homályok, és hát ugye van egy összpontszám, ami abból a szempontból nem annyira mérvadó, hogy nem mindenki ugyanannyi fordulóra tippelt, éppen ezért van ez az átlagpont kategória, ami végül is rangsorolt minket, és hát ez alapján Zoli lett a hetedik helyezett 8,3-as átlagponttal, aztán Norbi 8,8, Szabolcs 8,9, nagyon szoros egyébként, Csibu 9,1, és a dobogón itt van Krisz 9,3-mal, úgyhogy ő tippelt ugye a legkevesebb fordulóra, mert ugye később érkezett a műsorba. Aztán Józsi lett a második, 9,6-tal, és hát én nyertem 10,3-as átlaggal, yeah! Úgy látszik, hogy ha már a csapatom ilyen ravatyul szerepelt, legalább ez nekem sikerült megnyerni. Mindig te nyered a tippjátékokat, ugye nem szeretek veled játszani ilyet. De egyébként nagyon fura, mert az élmezőn egyébként a Balázs és én köztem 5 pont volt. Egy összpontszámot nézve 5 pont volt. Igen, csak az első 3. Én kettővel egy a kevesebb fordulóra tippeltem, mert az átlagban ezért lett nagyobb a... Persze, világos, az átlagot. Meg ezért is az átlagot nézzük, mert... Persze, ez így tiszta sor, természetesen. De ugye milyen fura, milyen sok pontot össze tudtál gyűjteni, úgyhogy kettővel kevesebbet játszottál, mint én. És mégis 154 pontot, ez nagyon-nagyon komoly. Kéne tippmixeznünk, Balázs. Hát, várat menne ilyen jól. Csak hát az iroda mindenkit vár, azt ne felejtj. Úgyhogy mindenkit vár az iroda, úgyhogy én mondom vagyok, hogy ezt jövőre is mindenképpen folytatjuk ezt a tippversenyt, mert ahogy láttam, ti is mindig aktívak voltatok, kedves nézők, mindig néztétek, mindig írtatok, és ez tök jó, hogy ti is ennyire aktívan követitek. Elképzelhető, hogy a következő szezontól kezdve valamilyen nyereményjáték formájában mi is hozzáteszünk majd a ti részetekre egy kis izgalmat minden egyes fordulóhoz, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a dolog. Megkérdeznék benneteket, hogy még van-e valakinek valami mondani valója, vagy lezárhatjuk akkor ezt az igencsak furán alakult 2019-2020-as szezont, és indulhatunk a következő évben. A következő évre. A következő adásra. Én annyit szeretnék mondani Csibu nevében is, hogy ahogy említette Józsi is, ugye maradunk a műsorban, attól függetlenül, hogy kiesett a csapatunk, bár azt nem ígérjük, hogy minden egyes vasárnap este itt leszünk, már csak azért sem, mert ugye a meccsidőpontok nagyon nem tudnak így összeegyeztethetővé válni az adással, nagyon sok vasárnap esti meccs van az NB2-ben, főleg ugye, aki mondjuk tévés meccs lesz, mondjuk szerintem mi azért elég sokszor képernyőre kerülünk majd, szóval emiatt azért biztos, hogy lesznek kimaradások, meg úgy Isten igazából nem is biztos, hogy nagyon sokszor hozzá fogunk tudni tenni bármit az NB1-es meccsekhez, majd meglátjuk, hogy mennyi ingerenciánk lesz arra, hogy NB1-et nézzünk amellett, hogy mi nem vagyunk benne érintettek, viszont van egy off-topic, meg van egy BL rovatunk is, azokban mindenképpen itt leszünk szerintem. Akkor viszont, ha másnak nincs hozzáfűzni valahogy, akkor srácok, köszönjük szépen az egész szezonnál tartó figyelmeteket, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük a több-több tízzel megtekintést, amíg összességében érkezett a videókra, augusztusban ugyanitt folytatjuk majd, úgyhogy számomra elérkezett a búcsú pillanata. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hajrá videóton, második hely ez van, következő szezonban remélem jobb lesz minden, és a nemzetközire végre sikerül jobban teljesíteni a csapatnak, és fognak érkezni új játékosok, meglátjuk. Majd ahogy beszéltünk, a nemzetközi húzások után egy adásra jelentkezünk, és ott majd elemezzük a továbbiakat. Ha tetszett ez a videó, majd dobjatok egy lájkot rá, mindig fogadjuk a kritikát, úgyhogy ha esetleg nem, akkor is.
iratkozzatok föl, jelöljétek be a kis harangot, hogy majd az off-seasonben jöjjenek a jobbnál jobb tartalmak, edzőkkel, játékosokkal, illetve szakmai vezetőkkel, és hát hajrá videóton, a Patreon-linket tudtok támogatni, hogy az internet kapcsolatom még jobb legyen, mert a mai napon már relatív tök jó volt, úgyhogy még egy kis támogatás, és akkor tök jó lesz, és találkozunk majd augusztusban. Sziasztok, kellemes nyarat kívánok mindenkinek, és hajrá videóton, hajrá Székesfehérvár, sziasztok! Sziasztok, köszönjük a figyelmet, tervezünk MB2-es adást, igen, jól írta Szabi, hajrá Ferencváros, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket továbbra is, és köszönjük azokat a hozzászólásaitokat, kritikáitokat, ahol vitakultúrában szépen megmutatjátok, hogy hogyan is lehet beszélgetnünk egymással igazán. Ezért csináljuk főleg, hogy beszélgessünk egymással, akkor is, hogyha nem egyeznek a véleményeink. És hát úgy néz ki, hogy mivel úgy látta a DVSC, hogy a Vidi és a Ferencváros mellett esélytelen, hogy bajnoki címet szerezzen, ezért kimentünk egy ilyen lejjebbi osztályba, hogy majd ott küzdhessünk a bajnoki címért. Reméljük, hogy ott ez sikerül is, de hogyha nem is, az se baj, csak jussunk vissza, ez nagyon fontos lesz, és nagyon szurkolunk neki, hogy ez megtörténjen. Mindöröki, hajrá Debrecen, sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az évben is. Szép estét nektek, találkozunk augusztusban. Épül az új keret Zalaegerszegen, reméljük, minél többen maradnak itt. Maradnak nálunk, legyetek velük augusztusban, és találkozunk az Etes stadionban, hajrá Zöld, hajrá Kékfehérek! Köszönjük az egész éves figyelmeteket, és még a héten lesz egy meglepetés videó is, amivel készülünk, úgyhogy majd figyeljétek a csatornát, úgyhogy továbbra is, és mindörökké hajrá Debrecen, sziasztok! Mindenkinek! Semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap élőben. Keres